Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Lesz ez még jobb is? Hát nem tudjuk kifelé mi megy, itt befelé mi megy. Aha. Nem az igazi gyerekek. Nagyon nem, de majd állítunk rajta. Legalábbis hát nekem fura visszajövőm. Igen. De csak a vissza. Na most a tiéd is vagyunk. Ha esetleg a hallgatóknak is egy nagyon picit fura a hangunk, akkor ez azért van, mert jelenleg komoly átalakítások folynak itt a stúdióban, és új technikát kapunk, új mikrofonokat, új székeket, új pultot, ilyesmi, és hát nyilván ez egy pici kis problémát hozhat magával. Igen, ez egy kicsi átállással jár. Jobb lett? Nem lett jobb, ugye? Aha. Ja, ez nem is szól. Olyannyira, hogy téged nem is hallunk. Most már engem most sem. Most már téged. Most már te sem szólsz. Na, most viszont visszajöttem egy pillanat. Majd minden második mondatot mondok csak. Az jó, az elég. Hogy? Jól. Jaj, gyerekek. Na mindegy. Még majd ezzel állítottunk egy kicsit. Kint jó, vagy? Tényleg? Ja, akkor rendben van. Jó, akkor nem mondanám, hogy nem figyeljünk oda, de hát... a visszajövőkkel van elég nagy baj. Minden újságban koncsitát látom. Sztár lesz. Gyerekek, saját az addig, amíg az álmaidban nem őt látod. Az összes heti magazinban koncsita van. Na mindegy, jól van, hát állítgatunk majd még ezen. Hú, ma sorsoljuk az 500 ezeret. Az bizonyám egy nagy nap, ugye múlt héten napi 100 ezer forintokat boldogítottuk a hallgatókat, ma pedig valaki 500 ezer forint cash-sel gazdagodik, így kezdi a hetet, hát ennél jobb hétkezdést senki nem kívánhat magának szerintem. Az a szép suma. Nagyon ma szép még is. Lehet jelentkezni? Nem, ugye? Szerintem nem. Tudom, csak szerintem nagyon nem. Sokan írják, hogy 500 ezer, és szerintem azt beszéltük meg, hogy pénteken délután 6-ig, tehát aztán amíg tart a játék. Igen, de nem. Igen. Aha. Igen, az volt, hogy péntekig, tehát ma már senkinek küldje egy 500 ezer, mert... Ne! Érted? Pénzkidobás. Egyszerűen pénzkidobás, nem? Uh-huh. Új székeink vannak, gyerekek, nagyon csinik ezek a székek. Alakulunk. Tessék, nagyon szép, komolyan mondom, kényelmes. Az enyém deréktámaszos. Tiéd is deréktámaszos? Hát lehet, itt mindenféle karok vannak rajta, meg minden, az enyémben kettő úszat lehet dugni, tehát ez lehet, hogy masszíroz. Vagy igen. Nem tudom, de van benne egy ilyen deréktámasz itt. Hátul neked is van. Igen, nem merek még hátra támaszkodni, nehogy megtréfáljon a Gyula. És hanyat dőljek vele. De egyébként tényleg gyönyörű szép új székeink vannak. Alakul, szépül. Szépül itt minden körülöttünk, ahogy például itt a stadion előtre is, nem tudom, figyeltétek-e mennyire szépül, hiszen kim van már a bádog sas. Néztem a kis sasmadarat, néztem. Most igen, látom, hogy befele jövet? Megnéztem befele jövet, és hát már állnak a szárnyai. Aha, de nem tűnik olyan nagynak, ez még csak egy darabja, vagy ez nagyobb lesz? Hát, valami 16 méteres fesztávolságról olvastam, most ez nem tűnt akkora. Nem, ez akkora. Ez már nőni, szerintem fesztávolságban nem fog. Én hát, abban bízom, hogy egy picit még raknak rá még anyagot, mert így kicsit szellősnek tűnik a kompozíció. Meg lesznek mondjuk lábai is, mert most elég furán hat első ránézésre, de azok alapján, a képek alapján, amiket korábban láttam, én borzasztóbbra gondoltam, de ez most így nem azt olyan mondom, rossz. Hogy olyan picinek tűnt, tehát én is nagyobbat olvastam, szerintem ez még csak egy ilyen kis fából összerakott ilyen kis trójai falószerű valami. Ez a makett, és akkor erre még tesznek tollat. Tudod? Igen, hát jól a sason van toll. Hát reméljük, hogy nem marad ilyen hát trójai fémsas. Nem bír másképp repülni, úgyhogy biztos feltollazzák. Érdekes. Az jó, hogy itt van ez a sas, vagy ez kell ide? Már értem, hogy a sas, tehát hogy miért sas, de hogy... Hát én nekem mondjuk a Springer szobor hiányozna inkább, hogyha nem lenne itt, de minden esetre lesz ez, jó lesz ez. Összehet az öt sasok. Majd őt hívják. Találk a helynek, jó, ezt nem tévesztem. Tudjátok, a magyar futballal kapcsolatban bárkitől bármit szívesen meghallgatok, mert hogy nem, annyira nem érdekel, hogy tényleg. Szóval, csak hogy... ez közvetlen környezetünk mégis. Igen, csak de figyelj, hát legalább szép lesz, szépek leszünk szembe velünk a felüljáró másik most oldalán. Látod a székedből a sasot? Nem, hála Istennek. Akkor meg nem mindegy, hát most ha jössz befelé, akkor jobbra fordulsz erre az épület felé, nem nézel a sasot felé, azt akkor jó lesz, de tényleg. Neked, nektek semmi nem jó, végre van egy szép sasunk, neked azt meg kell. Eddig nem volt, most már van, egyel beljebb vagyunk. Nem igaz? Örüljünk. Sosem volt még sas. Na, minden van. Reggel úgy ébredtem, hogy mi a fene hiányzik még az életemből, és mondom, az iskoláját, az a sas, de jó lenne, ha egyszer itt lenne egy nagy sasmadár. Aztán most már megint itt egy sasmadár. De jó. De azért a székünknek egy picit jobban. Igen, nagyon. Ráadásul, gyerekek, parketta van kint.
Nagyon jó, végre eltűnt a döngölt földpadlón. Igen. Szép a másik stúdió. Gyönyörűen néz ki. Ez olyan csecsé fogunk kinézni, nem sokára itt is nekiállunk, akkor itt lesznek nagy változások. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó így bejönni. Jövő évre már hívhatunk vendégeket is. Na. Lesz egy nagy parti, amire keretében átadjuk a két stúdiót? Igen, persze, pezsgőt bontunk, és a jó. Frissen festett falat lecsoljuk. Miniszterelnöki avatás, polgármester, főpolgármester, mindenki kijön. Nemzeti színszalag átvágása aranyollóval. Igen, egy ilyen piros kis szivacs párnáról fölemeljük majd az aranyollót. Sóval, kenyérrel köszöntenek mindenkit a menyecskék. Igen. Kérdezi valaki, pontosabban Nina, hogy a Titus múltkori reptetésének eredménye az új tud. Hát kizsaroltuk belőle. Hát, igen. Hmm. Mert egyébként kétszer annyi lett volna a reptetés. Igen. Kétszer. Igen, viszont a hang az meg a bosszú. Ja, igen. A hanga? A hanga a bosszú? A mi hangánk. Ja, a mi hangánk. Na, milyen volt visszaszoknatok ezután az egy hét után? Hát, kérlek szépen. Nekem jó is, meg nem is. Én úgy indítottam a szombathoz, hogy elmentem a Festői Lajos Mizsére, onnan a szakadó esőben, éjszaka még átmentem Hajdúszoboszlóra, majd onnan hazajöttem. Egy szolid 500-valahány kilométer, mondom, jól van, Ferkó, csináltál ügyes vagy. Kitelepülés? Meg este volt még egy koncertünk a szakadó esőbe, úgyhogy ennyi. És hát végig a négyesen esőbe menni, mondom, ennyi. Finom. Egész héten ezt nyomtuk, gyerekek, volt Győr, Pécs, 300 kilométer szakadó eső, hát ne hagyjuk abba. De jó, hogy neked tovább tart. Egy pici. Ha szólsz, akkor elviszlek. Nem, ugye el voltam. Köszi. Volt dolgom. Nekem azért fura, mert én szállodában lakom most. Aha. Igen. És elköltöztünk otthonról, tehát én szállodába mentem. Szörnyű környék, már mondani akartam egyébként, hogy menjünk. Most nem lakunk otthon, mert házfelújítás van, és olyan fura volt, hogy 5 nap szállodázás után egy szállodába kötöttem. Hazajössz? Hazamentem, és egy szállodába mentem haza. És ott lakunk most. És tök minden ott folytatódott, ahol abba hagytam. Kerested reggel az üvegstúdiót? Ma volt fura egy kicsit így elindulni, igen. Én akkor mindig rájövök, hogy szeretem a kitelepüléseket. Nagyon jók. Nem? Én imádom őket. Megyünk még, most így végig pörgettem magam, hogy még hány helyszínen vagyunk, nem sokára a Hardy Fesztivál a hónap végén, vagy a jövő hónap elején, már május végén megyünk egy budapesti helyszínre kitelepülni, aztán jönnek a klassz nyarak, úgyhogy sok helyen megfordulunk. Megyünk még egy csomó helyre. Igen. Ugye, hogy jó az, hogy reggel oda mész, és már ott várnak az emberek. Igen. Van tea. Igen. Nem kell azon filoznom, mint most már egy lassan 10 perc, hogy mit fogok inni. Mit csináljak magamnak? Teát vagy vizet? De olyan rossz teákat csinálok magamnak. Kávét? Ott minden van, nem? Szóval jó kis kitelepés volt. Meg nagyon sokan voltak. Nagyon. Jól megoldottuk a rossz időt. Rengeteg emberrel találkoztunk, úgyhogy nagyon jó volt. Tényleg. És nagyon jó volt érezni tényleg azt a fajta lojalitást, meg szeretetet, ami abban nyilvánult meg, hogy valaki mondjuk a rossz idő ellenére is már mondjuk 6 óra magassága, vagy még korábban voltak olyanok, hogy igen, ilyen 5-6-os idők is voltak. Egyébként ott állt a stúdió előtt is, várt minket csak azért, hogy találkozzon. Valaki ugye például pont a pécsi helyszínen egy kislány gyakorlatilag 2 évet várt arra, hogy találkozhasson velünk, és iszonyatosan örült. Nagyon aranyos volt, nagyon megható volt. 2 évig állni az üvegstúdió előtt, az durva. Hát azért, hogy nem is a helyszínen, nincs is ott. Az kemény. Hát az a 2 évet várni egy helyszínen, az igen. De adtunk neki ajándékcsomagot, adtunk nem? Neki. Ugye? Valamit kapott. Bizony, próbáltunk még egyébként mindenkinek adni. Ha valakinek esetleg nem sikerült, attól bocsánat, sorry, de majd legközelebb. A Jani osztotta, tudjátok. Ha nem adott, akkor ő nem adott. Igen. Most ezt is kenjük rá. Minden. Gyerekek, cirkuszban voltam szombaton. Miért? Hát, ajándékba kaptad a jegyet? Nem. Nem lehetett visszautasítani. Tudod, szombaton még nem volt annyira jó idő, még nem tudtuk, mit se esik, nem esik, jó, menjünk-e cirkuszba. Hát, hogy én megint rájöttem arra, hogy annyira utálom a cirkuszt, mint szerintem senki. De ugyanazt az előadást nem, egy megvér. Másik előadás. Aha. Volt. Bejött egy nő, meggyújtott egy rudat. Volt szakála? Nem. Na, ez a baj. Eleve onnan indul az egész, hogy 10 000 forintba kerül 3 darab jegy. Aha. Hát mondom. Hát figyelj, azért ott az artisták. Arcombos. Jó. Bemegyünk. Oké. Beülünk. Nagyon rossz helyre vettünk egyet, mindegy, én mondtam, hogy ne odaüljünk, de odaültünk. Háttal ültet? Nem, fölültünk a karzatnak a legtetejére, de az utolsó sorba úgy, ahol még a széksorok közötti rész is. Nagyon a zsiráfot láttátok. Nem tudom, itt lekapjunk valami gukkert, vagy valamit. Bejön egy ilyen bócnak kinéző ember. Már ötölbe szorul a kezem. Már fészkelődök a gyerek, édesem, tágra nyílt szemmel. Az ott egy bóc? Nézi, én már fészkelődök, szülők nevetnek, érted? Én nézem, hogy gyerekek, hát mind nevettek, hát ez nem vicces.
és elkezdi ezt a nagyon kikiáltó stílusban ezt a hölgyeim és uraim, a porondon, a manésban. Hát, amivel ki lehet borítani, az az, ha valaki így beszél. De tudod? És a manésban, és fogadják nagy szeretettel Erikát, a kartáncos nőt. Milyen tá kar? Mit tök, mind. Megjött Szergej, aki nő volt egyébként, fogott egy kardot a fejére, fölrakta a fejére, és az volt a produkció, hogy egy karddal egyensúlyozott a fején, meggyújtott valami rudat, amire fölmászott. Mondtam neki, mondtam a Vikinek, Viki, most tartsál vissza, mert bemegyek, fölrakom azt a kardot a fején, és fölmászol rá. Azt mondta, 8 éves kora óta a manésban van, fogadják, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel, kitörő lelkesedést, tudod így. Mondom, de nem tudod egyébként rossz. Ugye, hogy egyébként. Kérdeztem Vikit, hogy szerinted az ember egyébként egy hétvégi családi rendezvényen ugyanígy beszél, vagy ugyanezt csinálja? Volt oldal ez a kikiáltó? Szívem, ha te is úgy gondolod, kérlek, még egy terítéket hozd Béláéknak, hisz most érkeztek meg. Így van. És ahogy látom, az ajtóban újabb vendégek, fogadjuk kitörő lelkesedéssel. Végre ön is csatlakozik hozzánk. Így beszélt a csávom. Volt egy jó, amikor lovak voltak. Szóval én nem értem, hogy mi ez az egész. Minek van ez a cirkusz? Mi ez a cirkusz itt? Tudod, milyen az egész? Szomorú. Tehát komolyan mondom, szomorú. A gyerekek nevetnek, de a gyerekek édesek, mert ők tényleg azon nevetnek, bejött egy bohóc, és víz jött a szeméből. Hát ezen sírtak hát a nevetés. Na, neked jön víz a szemedből? Nem, az tökörös, ott meg gőz jött a szájából. Képzeld el, hogy bejött egy elefánt. De mit akarsz még? Volt elefánt? Volt. Hát kérlek szépen, volt egy 10 000 De nem akarták, hogy bejöjjön az elefánt. Ja. Az volt a baj, hogy... Az volt a gond, hogy nem akarták. Az volt a baj, hogy ebből a számban nem volt elefánt. De bejött egy elefánt, és képzeld, ez szegény, és valahogy az egész ilyen, így ülsz ott, nézed, és így olyan barbárnak gondolod saját magad. Megtanították neki, hogy álljon két lábra, meg egyensúlyozon egy ilyen forgószéken, amire fölállt, fölemelte két lábát, és elindult a szék körbe körül, és láttál egy ilyen baromi nagy elefántot azon a kis porondon egy lábon támaszkodni egy széken, miközben egy forgott körbe. Na, és élvezte? Tehogy élvezte, hát az egész tök szomorú volt. Már hogy szerintem. De honnan tudod, hogy ő nem élvezi azt, amikor egy lábon áll és forog? Nem, arra gondoltam én mindig ilyenkor túl. Azért számomra is most egy picit hagyjálok Feri pártjára. Érted, hogy... számomra egy titok egy elefánt. Tehát, hogy amikor ő élvez, én azt nem nagyon. Ja jó, hát jobb, a szó bícs. Másik értelmét szerintem jó. Ez a része jó, hogy kimaradt, ha ez például egy elefánt bika volt, mert a gyerekeknél valószínűleg nagy riadalmat okozott volna. Nem tudom, és hogy rájövök, hogy olyan kegyetlen az embert, ott mindig ezeken gondolkozom, hogy Viki azt mondja, hogy hülye vagyok, hogy ilyenek, ha csak hát döljek hátra, azt nézem, de hogy nem tudom így nézni. Sajnáltam azt a nyomorult elefántot, hogy tudod, és ott az emberek kacagtak, és ott, na mindegy, szóval az egészen fura volt. De. Jöttek bolcok, na ott, ott majdnem bementem. Nem, itt a bolcokkal van a baj. Ez a baj. Az a baj, hogy ja, van egy jó produkció, te már azt se tudod élvezni, mert arra gondolsz, hogy utána jönnek a bolcok, és te bemennél. Önfeláldozó apuka vagyok a gyerekemért, mindent megveszek, végültem, mondtam neki, figyeld a trükköt, lement, meg kérdeztem a pénztárnál, mennyi az előadás? Mondják 2,5 óra. Hó, mondom, hát az nagyon sok. Mondtam, mi, hogy kérdés, kétszer 1 óra plusz 1,5 óra szünet. Mondtam Beninek, már láttam 10 percen a szünet, mert Viki nézte internet, hogy melyik szám után mi jön. Na, Beni, mindjárt vége. Nem, nincs még vége. Még nincs vége. Végre valaki szereti a családból. Tudod, élvezte. Menjünk el haza. Nem, mondom, figyelj Beni, vegyünk egy lufit a ligetbe. Hopp, mondom, éreztem, hogy megvan. Aha. Milyen lufit a puci? Mondom, Beni, amilyet akarsz, olyan lufit. Mondta, jó? Mondta, hogy szünet volt, de elindult a fészkedés, mondom, nézd már, Beni, mindenki megy haza. Hát mondom, nem megy haza, tudod, nem, szünet van. Mondom, Beni, szerintem el fognak fogyni a lufik. Látod azokat a gyerekeket, akik ott kimennek? Mind lufit mennek menni. Apuci, menjünk! Elkezdett fészkelődni. De aljas vagy! De... Apuci, menjünk! Ó, oh, mondom, de jó, meg vagyunk. De fél órában bele fogunk férni, ugye? Mert utána jön a második kábor. Nem, mert Beni, elfogynak a lufik. Úgyhogy ezzel tudtam rávenni, de bőven elég volt, amit látom. Az a gyerek a baj. A cirkuszból bőven elég volt. Kimentünk, vettünk egy lufit a ligetben, szabadáras. Előttünk 400-ért, mire odaértem, 1200. Hát látták, mondom, hogy... Testvérem, na, mondom, lett volna elmaradni. Értem, hogy szabadáros a dolog, meg értem, hogy számla nélkül, még csak hagyjál. Nem lehet, hogy nagyobbat vettél, mint az összes többi? 1200. Hát mondtam... testvére, összetörtünk valamit. Hát ott a cirkusz igazgató lehetett benne, kiment a luftárosok, és megmondanak az összes a rohadék, aki kijön, és nem nézi meg a második eladást, az 1200-ért kapja. Jó van, Géza? De most nem tudom, mellettem ment el a világ, vagy tényleg nagy szám az, hogy bejön egy nő, aki 8 éves kora óta nem. A manésban szerepel. Erika, a kardforgató. Bejött Erika, fölrakott egy kardot a homlokára, és felmászott egy újra, lejött, megtapsolták, kiment.
Hát mondom, gondoltam, hogy most ennek itt hárman nekiállunk. Tehát, és megcsináljuk egy fél órát, tehát mellette ment el a világ, tessék? Melyik részét vállalod? A rúdmászást vagy a kardot? Körülbelül a homlokodon megtanulni egy karddal egyensúlyozni, ez maximum 3 óra felé. Neked mivel te koordináció? Ha olyan a kard. Nekem 3 év. Érted? Ne, ha picit pompább az a kard. Neked mondjuk, jó, most fölraknak valamit a kardtérre, neked mondjuk 5 óra. Ha már tudok egyensúlyozni a homlokom, utána már bármire felmászok, gyerekek. Nem mondjátok már 21. században, itt tart a cirkuszvilág, hogy egyensúlyozol a fejeden egy karddal, meggyújtesz egy rudat, amire nem mászol föl, mert megvárod, míg kicsit leég, és amikor leégett, akkor fölmászol rá. Volt egy nő, ezt figyeld, bejött, José, nem tudom kicsoda. Akkor nem nő volt. José is. Hát a Conchita, ja, Conchita világában már. José, nem tudom ki, ha ezé, José, Homa, nem tudom, bejött. A hajkaszkadőr, vagy valamilyen nő van. Jó van. Volt egy csata hajába, meg lejött egy ilyen, mint a darúval így leengednek egy ilyen kis pörgő valamit. Ahogy én vázolom a cirkuszt, úgy senki nem megjön a kedved, nem? Én már mennék. Fogott egy ilyen karabinert, nem tudta hova akassza, beakasztotta a hajába a karabinert, fölhúzták, 10 méter magassa, csinált egy angol spárgát, meg pörgött 3-at. Leengedték, kiszaladt. De védőháló csinált nélkül. Utána. Hello. Tessék? Hát te be tudod nem akasztani? Volt alatt a háló. Hát háló nem volt. Na, 10 méter magasan. Ja, hogy ez jó? Próbálj meg úgy élni, hogy 10-15-20 éven keresztül egy karabiner van a hajadba. Érted? Hát, hogy azért értékel már azt a munkát is, amit belefetsz. Egy nagyon jó volt, egy orosz, meg egy kanadai bűvészpáros. Ők nem tudom, hogy őket összesorsolták a felvétel előtt, vagy a bemutató. A csávó orosz volt, a csaj vagy kanadai, vagy francia, tök mindegy. Arról szólt a dolog, hogy ők hogy tudnak átöltözni. Egy hullahopp karikára rátettek egy ruhát, egy ilyen hosszú rongyot, amit ha így fölhúzol, akkor eltakarja, hogy ki van benne. Mm-hmm. És képzeld el, úgy csináltak, hogy bement a nő, fölhúzta a hullahopp karikát, lehúzta, és... Nem volt ott. Nem, tök más ruha volt rajta, és ezt megcsinálták 15-ször. De olyan durván, hogy azt mondtam, hogy jó, oké, na, ezt most adom. Ezt adtuk. Na, de ezt a Viki is megcsinálja, miközben ti a Bennyvel vártok itt a kocsiban, és van egy mozi egyetek, nem? Átöltözik, levetkőzik. 10 perc alatt 5-szörre. Na mindegy, szóval az jó volt. De hát jó legalább volt. Látod, hogy tetszett valami. Tehát, hogy minél többet beszélsz róla, annál tetszett. Több kellemes élmény is eszedből. Szerintem egyébként itt arról van szó, hogy eleve, hogy a cirkuszvilág azért az ilyen. Tehát, hogyha olyan lenne, mint egy hétvégi bevásárlás a tercsóban, biztos nem mennél el. Azért vannak ezek a kis külsőségek, ezek a szélsőséges ilyen megnyilvánulások, meg nem a hétköznapi de módon felpoffer a dolgok. De miért bejön egy nyökre, aki kampú van a hajába, fölhúzzák 10 méterre, pörök 3-at? Igen. Na de miért? Láttál már ilyet, ahogy hívják? Vagy a hipernél? Nem, vagy otthon. Miért anyósodnak sincsen egy karabiner a hajába. Hát majd lesz. Majd esetleg el. Ha nagyon rosszul viselkedik, majd lesz. Én attól félek egy picit, hogy egy gyereket is leneveled a cirkuszról, és valamikor majd a későbbiekben ez egy nagyon súlyos traumát fognál okozni, hogy elszakadnál a fonál, és be fogsz menni. Mert mindig csak beszélsz róla, de előbb-utóbb abban fog kicsúcsosodni ez a dolog. Biztos, hogy egyszer megyek. Átdobod magad ott a palánkon, és összeverekszel a bohóccal, és ez olyan törést fog okozni majd a Benniben, hogy hosszú évekig, és a hülye apám bemászott, és ott verekedett a bohóccal. Minden biztos, mindenki miatt engem, és akkor látták, hogy ő az apám, és kiabált ki nekem ráadásul, hogy Benni, ezt csak érted teszem. Ne tanulj! És erre mindenki rám nézett, be tudott azonosítani, és rögtön látták, hogy na, tessék, ami ez a te apám. Ami még cikibb lesz, hogy minden számnál bemegy, hogy ezt én meg tudom csinálni. Akkor már ilyen morgos 50-es leszek, aki majd vitatkozik a híradóval, és bemegyek, tudod, hogy na, a kardgyelő, félre így ne majd, én fölmászok a kardzal a fejemben, és leesik, összetörik. Ült apám egy ilyen forgó széken, felemelt lábbal, és úgy csinált, mintha elefánt lenne, és az orbányát is elővette, undorító volt az egész. Én is meg tudom csinálni, én is meg tudom aztán csinálni. Aztán meggyújtotta magát, és felmászott egy rúdra. Nem, volt egy jó szám, amikor frizlovakkal lovagoltak. Még egy jó szám. A Rizzer Flórián. A második. Elefánttal, meg lovakkal, az jó volt. Igen, a híres Richter dinasztiának a fia. Azt hiszem Richter Flórián, de ő nagyon-nagyon ügyes frizlovakkal volt. Igen, gyönyörű frizlovak voltak. Érted? Hogy ne tudnám? Nekem egy csillogászom a gyerekek, fogalmam nincs, mi volt a második fél időben, mert eljöttünk. A gyereket megvesztegettem egy lufival, úgyhogy... Úgyhogy nem. Benni élvezte, érted? Tessék? Egy fél előadást elvettem. Tudod, mit mondta Benni a 10. percben? Apa, álmos vagyok. Sánézett az anyára, és bedőlt az ölébe. Na, én meg így jutottam. Még másfél óra, és itt a bohóc, meg a bohócnak, meg púder jön a szemén, érted? Én meg ülök a cirkuszba. Viszont én azt értékelem, hogy ti újra és újra esélyt adtok a cirkusznak. De látod, hogy mindig elmegyek. Figyelj, én úgy vagyok, hogy ami a gyereknek jó, én feláldozom magam. Én megnézem. Tessék. A Bábszínházba, a Sajtból van, ahol című
szörnyűséget. A karabinerhajó férfit, Hozét. A karabinerhajó férfit, az egykezen egyensúlyozó, egy lábon egyensúlyozó szerencsétlen elefántot, ami a Beninek jó. De egy 1002-es lufival meg tudtam vesztegetni. Na jól van, oké. Hogy állunk játékkal? Sehogy, mert hogy hétfő van, ugye? 5-0-ra vitte János a múlt hetet, úgyhogy most is ő játszik. Aha. Pihenj meg, nagy uram! Már a hétközepén is untam ezt a dumát. Pihenj meg, nagy uram! Pihenj meg, nagy uram! Pihenj meg, vezérem! Megtetted, amit megtehetél, úgyhogy átvettük a hetet újra az összesítésben. Jól van, lehet jelentkezni játékra újra a SMS-ben, jó, ahogy tettétek ezt régen, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, valakivel már is játszunk. Hey, de jó kis gitár, szóló volt. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia. Hello! Hello, Ditta? Így van. Ditta, hello! Ditta, kivel szeretné játszani? A Janival szeretnék játszani. Ez a beszéd. Ditta, én nagyon örülök ennek, tényleg, és köszönöm szépen a bizalmat, de hogy a múlt héten te külföldön tartózkodtál, és nem hallgattad rádiót, egész héten én játszottam. Rátszálltak. Kezdjük nem is, jó? Nem tartózkodtam külföldön. Na figyeljetek, 3-2-1, és tessék. Ditta, szeretnél kérdezni? Kérdezz, csak nyugodtan. Köszönöm szépen. A Ditta az az Editnek a rövidítése? Edit a neved? A keresztneved? A tied? Lehetséges. Lehetséges? Biztos vagy benne? Persze. Jó, régóta szeretél volna már játszani velem? Nagyon régen. Nagyon régen készülök rá. Uh-huh. Küldtél több SMS-t is ebben az ügyben? Persze. Jó, hallgattad a múlt heti kitelepülésünket? Hallgattam, de mivel dolgoztam. Ezért csak rádión hallgattalak benneteket. Hát esetleg gondolkodtál azon, hogy tévén nézed majd? Jó, lejárt az idő. Persze, vagy a YouTube-on. Aha. Jó, lejárt az idő, ezt biztos, hogy nem tudjuk megadni. Jó? Tehát ez nagyon messze volt még a passzívtól is. Tehát, hogy ez nem is volt passzív, Dita. Ne haragudj, nem tudunk ajándék csomagot adni ezért. Ez szörnyű volt. Jó? Itt vagy? Most már beszélhetsz? Itt vagyok. Dita, hello. Figyelj, tudom, izgul az ember ilyenkor, meg mindent megértek, de ez még passzív se volt. Tehát a passzivitáshoz több kell. Tehát szívesen rámondanám, hogy passzív vagy, de nem akar. Passzivitáshoz több kell. Tehát ahhoz, hogy az ember passzív legyen, ahhoz több mindent kell csinálni. Ez nem haladta meg a passzivitás határát. Ditta, nincs ajándékcsomag, ezt biztos, hogy nem adjuk meg. Jó? Jó. Honnan hívtál minket? Debrecenbe. Ott voltál a kitelepülésen? Jöttél meg? Láttál minket, hogy dolgoztál? Nem tudtam ott lenni, mivel dolgoztam így csak rádió hallgattál minket. Így van. Jól van. Dita, köszi, hogy minket hallgatsz, meg tényleg aranyos, hogy de nem, hát ezért nem adhatunk ajándékcsomagot, ez egész biztos. Jó? Semmi baj. Köszi a játékot, ciao, hello. Hát nem, szóval, hogy szép játék, minden baj, nem. Elviszek gyerekek, meg tényleg lehet engem bántani, hogy ilyen szigorú vagyok. De ahogy fogalmaztál, a passzivitáshoz több nem, kell. Tehát nem, szívesen mondanám Ditára, hogy passzív, de nem volt az. Nem mert, tudjuk meginteni passzivitásért, mert nem, az egész egyszerűen több kell. Tehát ez még csak passzív se volt. Jól van, na, elkezdjük szépen lassan ezt a hetet, nyalogatjuk a sebeinket, visszaszokunk mély apátiába itt a stúdióba, ugye, hogy újra itt vagyunk, vége a jó világnak, vége a kitelepülésnek, újra négy fal között üldegélünk, megcsinálja mindenki a kis teácskáját, aztán jövünk vissza. 6 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, amúgy pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk újra a stúdióban. Hey, jó, próbálunk lelkesedni, mi? Csak önöknek. A manés világában. De tudod, amikor nem a kikiáltós bohóc kikiáltós, hanem a negédes kikiáltós, tudod? Talán mondtam már önöknek a manés világában, amit önök biztos nagyon jól tudnak, hölgyeim. Tudod, tehát nem a rosszul artikulálós bohóc kikiáltós, hanem a modoros kikiáltós, tudod?
Nagyon beégett. Nagyon tönkrementem. Mit kezdtem el mondani? Ja, hogy újra itt vagyunk, igen. Újra! De te a bohót, de te más, te a fagyjárus bagamér is kikáltós anyja volt. Te az más. Vennének is valamit rögtön a gyerekek. A gyerekek rögtön odafigyelnek egyébként erre a azt hangra. Imádják. Erre a hangfekvésre, mert sejtik, hogy ebbe vagy gumicukor uraim. Van, vagy lufi, vagy vatacukor, vagy valami ilyen hasonló kis dolog, ami esetleg őket érdekel. Igen. Vagy egy kis törökméz. Törökméz. Úristen, de jó, hogy nagyon régen nem ettem már törökmézet. Mindig beragadni. Igen, mert még vannak. Van a fogadban. Nem van a fogadban, még egy tavalyi törökméz. Még 12 éves koromból. Viszont láttam az állatkertet, hogy átvette az uralmat a Vidám Park fölött. És ott, ahol régen a gyerekóriás kerék volt, ott most pónilovak áldogálnak. De jó. Én ezt sajnálom, nem és már. És majmok ugrálnak az óriás kerékről növő indák. Igen, igen, és egy gorilla vezet a hullámot. és közeli kecskék utaztak igen, benne. És medve, bocsok, és egy bőrszaknyás, kigyúrt fiatal, hosszú srác ordibál, hogy Jen, Jen! Igen, igen, és kolamocik vezették a viharvasutat. Nem, ilyen nem volt, csak érdekes volt tényleg, hogy egykor ott ment a kis hullám, kis, mit tudom, óriás kerék, ott állt három nagyon szomorú póniló. Szóval, hogy igen, a természet átszette a az uralmat, vagy mit mondjam. De majd csak kaszálnak egyszer, érted? Nem örülök neki, én is pollenallergiás vagyok, nem örülök neki, hogyha ott átveszi az uralmat a természet. az biztos. Van egy-két közlekedési hírünk, Hungária kerepesi sarkán nem működnek a jelzőlámpák, úgy érzem direkt, üzente nekünk G. Emiatt totál dugó van, ezt Jani is elküldte nekünk. Direkt nem működnének a jelzőlámpák? Hát nem direkt, de nem csak az a baj, egyébként én reggel jöttem. Na. Van két olyan útfelbontás, az egyik az egy csatornafedél, hát azt letettük egyszer, meg kell csinálni pár év múlva, az út közepén van, ott egy sávra szűkül, egy sávra a Hungária, és van még visszafelé is, az van talán a kerepesi magasságában, az ott megint, plusz ugye a Lágymányosi híd előtt most csináltak egy buszsávot, tehát aki a Lágymányosi felé menne a kerepbe, vagy a Hungárián, az felejtse el. Hát szépülünk! Az biztos szépek is. Szépek leszünk. Trafi az M1-es, vagy az M535-ös kilométernél, a felüljáróról, mérnek ez Galaxis Gabi küldte nekünk. Van trafi az M7-esen is, méghozzá 29-es kilométernél Balaton felé. Ezt Cibi küldte nekünk, Cibi, köszi. És a Rejtér Ferenc utcai megálló környékén az egyes villamos megállt, a Bécsi út felé egyelőre nem jár a villamos, mert hogy valószínű gyalogos gázolás történt, emiatt leállt az egyes villamos. Lehet, hogy a cirkuszba visszakérek jegyet? Vagy jegy árat? Mire? Azért, mert csak a felét nézted meg, az arra nem. Az a saját döntésed, fél időnél ti kimentetek lufit venni. Arra nem lehet visszakérni 5000-et a 10-ből. Nem, elmondom, hogy most mire jöttem rá. Nagyon nagy dologra jöttem rá. Aha, végre. Alig várom. Mert én belekapaszkodok az új székemnek a karfájába. Elmondom, hogy a cirkusz klasszikus előadást láttam, mármint az első felét. Klasszikusz? Klasszikusz, igen. Klasszikusz. És csak mondom, hogy a levegő akrobaták, akik Kubából jöttek, és a hajukra tették ezt a kis rácsot, ott kettőnek kellett volna lenni. És? Duo Capillar. Aha. Duo Capillar, de Duo Capillarból csak az egyik tette a kontyába azt a kis nem tudom milyen kis karabinert, húzatta föl magát 10 méterre. És mi a probléma? Hát, hogy két kubai artistának kellett volna lenni. Látom voltatok a fővárosi nagycirkusz honlapján. Hát lehet, hogy a másik húzta föl, nem? Csak ő a takarásban volt. Duo Capillar, csak mondom, ők a világhírű Duo Capillar. Nagyon pici, ő volt a hajába, és ő kapaszkodott a kötélbe. És így is jelentették be őket, hogy Duo Capillar, vagy csak úgy, hogy a kapillárnő? Hát ez egy érdekes dolog, nem tudom, mit mondott a meglehetősen maníros, roppadt kínos porodmester, de szerintem azt mondta, hogy Duo Capillar, úgyse esett ott le senkinek, hogy Duo Capillar. Na ilyenkor mi van? Meglopták az előadást? Hát, az egyik kapillár eltűnt? Hát figyelj, ettől világszám egyébként a dolog, hogy mindenki azt gondolja, hogy ezt a mutatványt csak két ember tudja megcsinálni, de valójában egy is meg tudja. De miért nem lehet azt mondani, hogy jöjjön, és sörjön a színpadon monokapillár, érted? Miért nincs ilyen monokapillár? Hát miért kell a cirkuszba látogató ártatlan szülőket átvágni, hogy duokapillár? Hát azért nem érzem. Az olcsóbb a jegy akkor, ha nincs duokapillár. Azért nem érzem monokapillár ezt átverésnek, mert egy nagyon egyszerű magyarázata van, a duó második fele a második felvonásban volt, amikor ti már nem voltatok ott. Nem azt mondták, hogy az első felvonásban ketten fognak bejönni, azt mondták, hogy az teljes előadás hossza alatt majd fellép egy duokapillár. Na most a szimpla
kapillárt megnézheted, és akkor a monokapillárt. Jött volna a dúl. Na megnéztem, ki volt ez a kard egyensúlyozó szám. Ő Olaszországból érkezett, ezért kár volt ennyit utazni. Jessica Cavagna. Jessica Cavagna, olasz bohóc dinasztia tagja, szegény, gondol, de anyádot egyensúlyozik a vasárnapi ebédnél egy kard. És apád pedig piros orral ül a leves fölött. És arra abban nősz bele, hogy apád egy piros bohóc orral eszi a levest, anyád meg egyensúlyozik a fakanál. A nagyanyád pedig megszökött a duo kapillár másik tagjával. És azt mondod, hogy ha ott kell még eltölte egy órát, akkor megöli magát. Ő is a cirkuszban nőtt fel, mondjuk szegény, ez látszott rajta. A labda egyensúlyozó száma volt, most azonban ezt átváltott a kard egyensúlyozásra. Alapítás francban vannak a labdáim. Mennyit kérsz vissza ezért, hogy csak monokapillár volt? Hát egy ezres legalább. Egy ezres? Vagy fejenként, két vagy perec, az egészből? Két perec a büfében. Két perec, két friss perec? Igen. Vagy tudok neked intézni valamit? Na. Kaptok 3+ jegyet. Nagyon jó. Most jön az ötvös 2014, azok viszont komolyak lesznek. Olvastam a cirkuszba, azok komoly műsorral készülnek, az jó lesz. Na? Kapunk 3 jegyet? 3 ingyen jegyet kapsz azért, mert csak monokapillár volt. Van ingyen jegyed? Én el tudom neked intézni. Na, te ugyanerre az előadásra. Kicsit eszembe jutott, te voltál poronmester? Hát persze! Hölgyeim és uraim! Mondtam a Vikinek, Ferinek egyszer nem lesz munkája. Én még itt ide el tudom képzelni. A Manés világában, hölgyeim és uraim! Páratlan mutatvány! Te imádnád! Én nagyon szeretem. Te ott kivontakoznál, rájöttem, hogy ez neked való. Tehát ez neked jaj, való. De jó lesz. Szóval van ingyen 3 jegy. Három ingyen. Megnézhetem a duó Szifolinist is, mert ők... A duó Szifolinist, hogy tényleg mindenki mindig jó előadásokban, csak mi nyúlunk bele ilyenekbe. Duó Szifolinist, ők voltak a Bulgári-Anglia kettőse, a gyors öltöző szám. Hogy ők hogy akartak, azt nem tudom, egyébként ők tényleg jók voltak. Duó Szifolinist. Na, van 3 jegyed a cirkuszban? Van 3 jegyem a cirkusz. De miért? Vettetek és nem akarsz elmenni? Ezek... Nem, ők is kaptak erre az előadásra, amit ti voltatok, megmaradt, és most megkaptak. Ötvösékre intézek neked. Na, ötvösékre viszont elmennék. Ötvösék nagyon komoly. 3 jegyet. Gyerekek, farkasok lesznek, elefántok lesz. Mit, annyi most minden is lesz. Volt elefánt, ezt azt se bizony, tetszett. De ez vidám elefánt, elefánt volt. Ötvösék vidám elefántokkal dolgoznak, fülig ér a szájuk. Igen. Sajnos kihagytam a második félidőből a Bazan Sisters. Egyensúlyozó szám, Bazan Sisters. Megértitek, hogy miért vesztegettem meg a gyereket egy lufival, hogy Benny kapsz egy lufit, menjünk el? A Bazan Sisters sajnos a Bazan Bohóz család két hölgytagjának műsorszáma elmaradt. Bazan Sisters. Igen. Világhírű őket valószínűleg kedveli. A világhírű Bazan Sisters. Egyébként meg az van a kubai artista lányokkal, hogy miért lett ezt, olvastam valamelyik nap, hogy miért lett csak mono, mert elindultak Kubából, vagy honnan, és a frankfurti átszállásnál az egyik eltűnt. Ő mondta, hogy ő nem akar többet a cirkusz család tagja lenni. Elege van, és csak egy érkezett meg, és de a cirkuszosok megoldották, ugye mono lett az előadás. Ez, ez komoly? Komolyan, senki nem tudja, hogy hol van. Senki nem tudja, hogy hol van, ott még a mononak az a tagja, akit te láttál, mondta, hogy Juanita meg volt még a reptéren, de a Frankfurt-Budapest járatra már nem szállt föl. Mondom, hogy többször eszembe jutottál, hogy te vagy a polodmester, de egy kicsit kezdesz gyanúsítani, mert csávónak ilyen bohóc állasztó volt, és egy cilinder volt, de nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy ott szombat délelőtt te voltál a polodmester. Tudom a háttértitkokat, és tudok neked jegyet szerezni. Honnan tudod, hogy Duo Szifolinisből a frankfurti reptéren maradt az egyik, érted? És ráadásul tudod a ma esti előadásra jegyet váltott természetesen 20%-os kedvezményt kap a Lisztereszéren a kurhelyben. Nem, te a Bagamér is fagyiki kiáltosom, ő nem így nyomja. Ugyanitt csoki vanília, pisztácia, gyerekek márthatják csokiba is, rulettit is adunk hozzá. Nem. Cukorszórattal is kóstolják meg kedvenceiket, gyermekei. Ez nem a szakma megalázása. Ez nem. A poronmester az úgy beszél, mintha majdnem természetes lenne, de közben rohadt nagy manír az egész, és olyan szavakat használ, hogy egyszerűen nem tudod. Hölgyeim és uraim, a manés világában fogadják szeretettel azt az embert, aki csak itt, csak most, öröknek a duoszifilisz tagját de mutatja be. Nem tudok annyira maníros lenni, mint én. Hölgyeim és uraim, a monoszifilisz. Szifilis, nem biztos, hogy nem szifilisznek hívják, duoszifilis. Stereo kankó. Stereo kankó, és ahogy hívják, a kvadrofon vérbaj. Duoszifilis. Érted? Tehát ő nem gyerekeknek ad el fagylaltot, ő a manírok maníra. A manírok ilyeneket maníra. Ilyeneket használj benne, hogy páratlan mutatvány, világra szóló attrakció. Komolyan mondom, te voltál. Biztos vagyok benne, hogy te voltál. Jó, bejáratos vagy a cirkuszban. Keresett kiegészítés gyerekek szombat délelőtre. Figyelj, akkor mondd meg nekem, hogy az egész
cirkusz ugye nagyon pici, bemész még mindig ugyanazok a faszékek. Tehát, egyébként valahol baromi nagy retro. Szifilisz után mindenki foglalja helyet a faszékeken. Üljön bele a faszékébe. Hihetetlen, tele volt faszékekkel. Mondtam is a Vikinek, sok itt a hülye, menjünk arrébb, látod mennyi faszék van itt. És hol tartják ezeket az állatokat? Tehát hol tartanak ennyi tigris? Egy kicsi kettőhez berakják, és a tigris ott ül, amíg vissza nem jön utána a porondra, és szegénynek az a mozgástere. A bűvésznek van egy ládája, abban minden belefér. Érted? Hol tartják? Hát basszus, tigris is volt, az se tetszett. Kézzel, de voltak tigrisek. Na. És a tigriseknek két lábon kellett állni. És át kellett ugrani a másik tigrist. Az nem természetes, én úgy érzem. Főleg, hogy a első kettő. De ezeket hol tartják? A csávó kisétált az elefánt, és így gondoltam, hogy utána berakják őt egy lakókocsiba, és viszik tovább Nyíregyházára, vagy? Tehát miért van az állatkert? Nem, ők nem lakókocsiban laknak, ők a cirkuszosok maguk. De úgy képzelted el, hogy akkor a tigrisek kimennek, két lábra állnak, felveszik a kalapjukat, egy kis ézét, kis szvetert, vagy zakót, vagy egy kis mellét, aztán leülnek, és elszívnak egy staubot. Hát vagy komolyan, tehát most nem, tehát hogy mi, hol tartják, ugye az állatkertben más elefánt van, mint a bűvész elefánt, nem bűvész elefánt, hanem a trükkös elefánt. Tehát az nem ugyanaz az elefánt, gondolom én, amit elkérik délben, beidomítják. Hát az reggeletetés van, ott beszedik a lóvét a gyerekektől, aztán átvonul a cirkuszba. Üdvözlöm, Hanga úr, kérem. Jó reggelt kívánok, Hanga úr. Igen. Itt van a kezemben az aktuális lista. Szükségünk lenne néhány makákóra, egy elefántra, illetve egy zsiráfra is, illetve ha még ezen felül tudna adni egy gnút, azt megköszönnénk. Azt írják, Balázs, nincsenek nemzetek, ez egy magyar csapat, az öltözős csávó a végén tornász volt, én vasárnap voltam. Tehát lehet, hogy a duoszifilisz az két Magyarországon élő, valamikor Kubában született lány, és az egész csapat annyira nem nemzetközi, mint amennyire én vagyok nemzetközi. Így van, és ahogy a hatalmas meg. És egy hatalmas vezetés? Hát várj, akkor mutatok még egy-két, hogy próbáljuk kitárgyal, hogy kik lehetnek. Szuper Szilvával találkoztál? Szuper Szilvával. Szuper Szilva a magyar nevén Horváth Tamás, igen, tudod. Szuper Szilvát és a duoszifiliszel együtt lehetett megtalálni. Fie, valószínűleg a bőr és nemű beteg gondozóba, de már jegeljék a Szuper Szilvákat keményen, hogy... Figyelj, Szuper Szilva a második fél időben lett volna, amikor már a gyereket sikerült egy lufival megvesztegetni, ő a brazil artista, állítólag, ugye a brazil artista, Szilva pókemberhez hasonlóan mászik feje lefelé 14 méter magasban. Na, aha. Na, ez se, neked ez is kevés. A 35. Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon bronzbohóc díjjal tüntették. Bronzbohóca? Gyerekek, azért egy Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkusz Fesztiválra egyszer engem meghívnának. Elhozni egy bronzbohócot. Szuper Szilva fiú vagy lány? A képek alapján, hát amilyen ruhában van, uh-huh, nem tudom. De várjál, mert a Duo Sifolinis... Na végre. Végre megvan az a családnév. De várjál, a Duo Sifolinis fölbukkan az első számban, ők ott átöltöznek. A Duo Sifolinis visszajött volna a második számban, ők halálkerék mutatványt na, csinálnak. Hoppá. Lehet, hogy ott halálkerék. Ők ott a halálkerék. Uh-huh. Az mitől halálkerék? Nem gyakorolták még eleget? Hát igen. Igen. Tudod, mi a halálkerék, amikor van egy hosszú rúd, és a rúd két oldalán van két kerék, és akkor az egyik gyorsan megy, és forog a kerék, és akkor gyorsan kell menni, és nagyon pörög a kerék, igen. Most beleállsz egy óra gyakorlás után ketten. Nyilván, ezt gondoltam, hogy te meg tudod csinálni. Miközben Feri egy karddal egyensúly az a fején. Nem, a Feri lent egy ilyen kurva tekeri. Nem, a Feri a porondmesterünk. Na, gyorsan tegyünk össze egy cirkuszi számot, te vagy a porondmester, tessék. A halálkerékben János és Balázs Kubából. Hölgyeim és uraim, először Magyarországon csak itt, csak most, csak Juan, önöknek. Juan Vadon. Önök, már Juan Vadon vagy, jó? Pedro Sebestyén. Figyelj, te ezt nagyon jól hozod. Na, szóval csak itt, csak most, csak önöknek nem fogják megbánni, hogy megvették a belépőjegyet. Az a látványvilág, az a fantasztikum, ami ma önök elé tárul. Itt a manésban. Utánozhatatlan és utolérhetetlen élményekkel térnek majd haza. Hölgyeim és uraim, honnan jöttek? Kubából? Kubából, igen. Egyenesen Kubából. Duo Sifilis után. A Duo Sifilis után megszereztük a két igazi nagy ágyút. Hölgyeim és uraim, a Párizsi Cirkusz Fesztivál
Színpadon a tequila duo, Juan Tequila és Pedro Tequila. Ezek vagyunk, igen. Most csinálok pókerást. Megmondom, mi van. Én bemegyek pókerásra, csinálunk három ördögszekeret, és kapsz egy kardot a fejedre, mész erre három métert, figyelj, meg vagyunk. Tehát duo szifolini, simán lenyomjuk. Így is elő, mi lennénk a kankó duo. Nagyon jó. Duo szifilis után. Ha már állatok, gyerekek, hallottátok, hogy medvét láttak valahol? Igen. Vagy legalábbis egy medve lábnyomot. Az állat. Veresegyházán. Igen. Nem. A Bükkben állítólag medve lábnyomot fotóztak. Azt nem hallottátok? Nem lehet, hogy csak valaki elvesztette mondjuk a Feri a félpár cipőjét, és belelépett egy pocsolyába. Nem, hétvégén olvastam, hogy valaki csinált róla egy fotót, és azért csinált fotót, odarakta mellé a kezét, hogy lássák, hogy mekkora maga a medve lábnyom, és állítólag a Bükkben medve bukkant fel. Szokásos az, hogy erre jönnek így a medvék? Ez egy darab lábnyom? Tehát így valami mész a bükkbe, és akkor ott van egy lábnyom? Ott csinált valaki egy lábnyomot. Egy lábnyom. De a medvét nem látták. A medvét nem látták, csak a lábnyomokat látták, hogy ez most egy lábnyom, vagy több lábnyom, nem tudom. De megfájdult a másik lába a medvének, hogy csak az egyik lábával ugrált? De nem lehet, hogy a cirkuszból szökött meg, és ez egy lábot. Simán lehet. Ez a második fél idős. Egy egyensúlyozó medve volt? Tényleg. És azért látták a bükkben? Hát ha a frankfurti reptéren megszökött a Duo Szifolinis egyik tagja. Bizony. Érted? Vagy ő ott lefűzött, azt mondta, nem jön tovább. Simán lehet. Végre van nekünk is egy Bigfootunk, nem? A nagy láb. Hát igen, csak fura, de szerintem egyébként elég hamar ki lehet szúrni, hogy meg lehet találni. Tehát egy lábon ugráló medve. Az a cirkuszból jött. Lehet, hogy még van egy piros csákója is. Akkor az csak cirkuszi medve lehet, semmi más. De mi van akkor, ha én gombát szedek és találkozom egy medvével? Hát nagy bunyó. Hát nem, szerintem hát, nem várjá. Nagy. Ja, bár nem, mert gombát nem szereti, ha mondjuk ha vadszedret. Igen, vadszedret. Vagy áfonyát szednél. Akkor esetleg akkor probléma baj. Lenne. Tehát például áfonya bokor mögé sose bújj el, ha jön. Így van. Vagy párzási időszakban ne nagyon hajolgassam állnak. Megint kerül egy medve, megint kerül a medve. A fejed és figyeljetek, ne fordulj meg, brum! Ezt az ötvös cirkuszért kapott el olyan. Ott dolgozik a bátyám. Brum, ma. Hallom, mit mondtál a családunkról? A Duodeszkáról, meg a Super Szilváról, meg a Bazán Sistersről most megkapott. Az biztos, hogy a medve bosszút állna, ha velem találkoznak. Ott azért nem ment meg semmi. Gyorsabban fut nálad, jobban mászik nálad fára. De van valami és a rágószerve is fejlett. De van valami trükk, hogy vagy lefelé, vagy fölfelé kell futni, mert azt nem tudja a medve. Csak nem tudom, melyiket nem tudja. Hogyha az órába fújsz közelről, az egyébként rengeteget számít. Nagyon utálják a medvét. Ja, és hogyha belülről fújsz az órába, hogy már bent van a szájában, a fejed, megérzi akkor az arcszeszed illatát. Egyébként tényleg. Figyelj, a fotó úgy készült, most nézem, hogy leraktak egy kezet az iszabba, vagy a sárba, és a kéz szemléltet... Önálló kéz volt, hogy valakié. Ez a szemléltet egy fontos momentum, mert ha a medve után maradt, akkor nagyobb a baj. Tehát, hogyha a medve... Találtak egy leharapott kezet, és odarakták a lábnyom mellé. Lezsőkém, hozd majd azt a kezet, ott van a lábadnál. Hogy tegyen majd a lábnyom mellé. Nagy kéz? Azt írta a szemtan. Öten mentünk át az erdő munkába, hogy igyekeztünk, amikor az úton megpillantottuk a szokatlan nyomokat, írja egy bulvárlap, ugye, akik megszólaltatták a szemtanúk. Eső után az út nedves volt, jól látszottak. Egyből láttuk, ez nem szarvasé. Hát azt mondjuk nehéz. Tehát, hogy egyébként nem szarvasé. Igazi szakértők, úgy érzem. Kisebb nyomokat is láttunk, a bocsa igyekezhetett mellette, nem mertünk tovább menni, a barátom Péter minden esetre a mobiával lefényképezte, nehogy bolondnak higgyenek minket, hogy elmeséljük. Zoli letette a saját kezét, igen, vagy a barátja. Igen, Géza először gólyának hitte a lábnyom alapján, de aztán rájöttünk a kis állat határozó. Hát most nézd meg. Mutasd. Jó képes állsz ez a Béla. Ja, tényleg. Egy medve, mancs, tudod, mekkora? Legalább háromszor ekkora. Ez akkora, mint egy férfi tenyér. Hát annál hát nagyobb a medve mancsa. De nem egy grizzly átterec, egy kis barna medve. Legutóbb lelén voltunk, amikor a Virág mezitláb sétálgatott a parton, pont ilyenek maradtak után. Hát a ilyen lábam, vigyétek el ortopédorvoshoz azért. Most kapott egyébként ilyen magas lapfucipet. Hallod? Először bokasüllyedésre gyarakoltuk, de aztán kiderült. Alatt szupinát kivitelbe kell valamit adni neki, mert ha ilyen lába van, akkor azért egy ortopéd sebész nézze meg mindenféleképpen, mert szörnyen állnak a lábujjaim. Gyerekek. Szóval öten voltak. Kik? Azért öt lábúja van, nem volt ne. Öten voltak, akik észlelték a lábnyomot. Hogy volt a Sanyi? Hogy voltak? A Laci tette le a lábát, nem, Béla. Vagy a kezét. Várjál, a Laci letette a kezét. A Sanyi lefotózta. Sanyi. A Béla?
Béla? Távolabbról figyelt az eseményeket. Igen, hogy nem jön a medve. Nem jön a medve. Ő biztosított, igen. Igen. Ott volt még a Dezső és Brumi. Így voltak köten. Fölhívjuk Gyuri bácsit, jó? Mi Gyuri bácsinkat. Csörögjünk el a hírek után. Egyrészt mi van vele? Így van. Őzi-e a határt? Mi történik arra fele? Mi történik arra fele? A téli végeken. És megkérdezzük, hogy mi van, ha medvével találkozunk. Jó? Hm. Ő már annyi mindent mondott nekünk. Kengurut, farkas, és minden milyen jót. És mindig jót mondott nekünk. Na, de a cikk alapján elhiszed, hogy az egy medve? Figyelj, a lábnyom egyébként nagyon meggyőző. Hagyjad már, ez egy megcsúszott farkas kutya. Érted? Futott szegény, egy kicsit előre csúszott. De most miért ne lehetetlen, hogy itt medve legyen a medve? Nem lehet, nem. Magasabbról lejön, ez lehetetlen? Nem, vagy letérhet egy műkezes favágó. Igen. Igen. Na jó, fejjük a hírek után, hogy drága Gyuri bácsikat. Jó, megkérdezzük, hogy mi van vele, meg mit kell csinálni, ha medvével találkozunk. Egyáltalán lehet-e, hogy medve van a bükkben? Jövünk vele a hírek után. 3:48 lesz pontosan egy perc. Hello mindenkinek, jó reggelt. Pesszent Imre vasútállomástól 30 percet késik a Lajos Mizsei vonat, nem működik a vasúti átjáró. Úgyhogy emiatt. Az egész vonalon nem működnek az átjáró lámpák. Nem örülök. Az nem annyira jó hír, igen. Na, Gyuri bácsit megkérdezzük, mi van, ha medve jön? Nem? Ha mondja el nekünk. Jó, közben mondom, hogy az 500 ezeret már ne küldjétek, mert aki ma küldi, az már játékon kívül van. Úgyhogy nem érdemes. Péntekig kellett. Péntekig kellett. Itt van Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Gyuri bácsi! Itt van. Hát milyen hosszú tapsot kapsz, látod? Le se cseng soha. Gyuri bácsi, hogy vagy? Köszönöm szépen, el vagyok most. Jó idő lesz máma, úgy néz ki. Na, jó idő. Mit szólsz ez a rossz időz, ami múlt héten volt? Hát az nagyon fantasztikus, nagyon rossz. Nagy eső? Nálatok is nagy eső, minden? Igen, nagy eső volt, nagy. Ugye, hogy ott is, itt is mindenhol szakadt az eső. Hétvégén meg 30 fok lesz. Hát már ideje már jó idő lenni. Mész vadászni? Nem megyek, most méhészkedek. Na, tényleg? Vannak méheid? Igen, vannak egy pár család. Most vettem 10 családot a tavaszon, és... Mennyi egy család vagy? Hogy tud az ember? Kimész a piacra, és ott vagy Málna, Ribizli, méh? Vagy hogy vesz az ember? Hogy hol veszel te méheket? Van egy hirdetve, ugye, azt akkor úgy rajonk, vagy családonként. Egy családban mennyi van? Sorjam, tessék? Egy családban hány méhecske van? Hú, hát ez változó. Gyenge család, erős család, sok. De jó. Tiszta klánok. És mindenféle előképzettség nélkül, vagy te ehhez értesz, vagy csak úgy elkezdted? Hát elkezdtem. Bátyám valamikor tanult, gyerekkoromban tudod, mellette együtt csinálgattuk azt úgy. Aha. Olyan, mondjad? Egyébként többé-kevésbé kapcsolódik a téma is, aminek kapcsán felhívtuk Gyuri bácsit, mert ahol méz van, ott a medve is előbb-utóbb felbukkan. Igen. Gyuri bácsi, mit szólsz a medvéhez? Hallottad a bükki történetünket? A medvét, hogy már családos túl van Magyarországon. Családja is van? Hát úgy hallottad, hogy kicsi talpú, nagy talpú, vegyesen minden van. Aha, igen, ezért csereüdültetés lehet? Hát lehetséges az. Mit adtunk érte? Igen. Ezek barna medvék, Gyuri bácsi, vagy milyen medvék? Hát nem tudom a nyomálunk megállapítani, de szerintem lehet ez valami medve talpú cipőből valami gombaszedő, nem? Hát egyébként az is lehet. De nem, azt mondják a szemtanúk, hogy szerintük ez medve nyom egyébként. Tehát, hogy a barna medvének van ekkora nyoma. Az kisebb medve a barna medve, nem? Igen. És ezt szakértők, ezek a nyomszakértők? Nem nyomszakértők, igazából ők túrázók voltak, akik mentek a bükkben, és lefotózták ezeket a nyomokat, de nem tudják pontosan. És pont itt Magyarországon fotózták le, mert lehet, hogy mivel turisták lefotózták, külföldön úgy behozták a fényképet Magyarországon, nem? Ah, de okos. Gyuri bácsi, te tovább gondoltad ezt a dolgot, igen, mi ennyire nem gondoltuk komolyan. Nem, azért hívtuk, hogy egyébként mit kell csinálni, ami jön a medve? Mert annyi mindent elmondtál már nekünk, tehát a sakál, meg a kenguru, meg a farkas, minden volt már. A medve mi? Nem túl barátságos, nem? Hát nem túl barátságos, de hogyha nem bánság, akkor nem bán. De a legjobb megoldás, ide figyelj, Balázskám, nektek már elmondom. Na. Ott az ottaniak, ahol ez a medve nyom volt, az anyóstják kiküldni egy gombászedőt. Csalinak? Hát az a legjobb. Reggel kiküldjön az anyóst, 10 óráig, ha visszatér, semmi baj. Akkor nincs medve, akkor te is kimehetsz, ugye? Aha. Szépen megszabadulni az anyóstól, kiküldeni, hadd vigye. De most vagy az van, hogy megijed a medve az anyóstól, és elköltözik?
Hát az jó, eredeti anyaussul a medve elpakolt gyorsan. Igen. Egyébként a medve az a bocsos túl jár, tehát ők így családos túl mennek? Ők ilyen, ilyen hülyek a családjukhoz, hogy nem hagyják ott a kis bocsot, hanem együtt mennek? Persze, azok együtt mennek. Azok együtt. Figyelj, nem? Igaz, hogy a bükkben van, hát mondjad? Megy az anyjuk után, ugye az anyjuk az élelmet keresi, és így együtt vannak a kis bocsokkal. Állítólag ezek baromi gyorsan tudnak futni, az igaz, hogy gyorsak a medvék? Na hát annyira gyors nem lehet, nem tudom, de hát a testükre képest nem gyors. Ja, hogy nem, nem gyors. Azt, hogy az ember ugye 30-40 km per órával tudnak futni. Tehát, hogy nagyon nem is tudsz tőle elmenekülni. Szorulnék. Hát mondjuk biztos, mert azért én sem futok 30-40-nál. Hát az biztos. Te láttál medvét, Gyuri bácsi? Volt már olyan, hogy vadásztál, és akkor medve volt kint? Nem láttam még. Élőben itt nem. Hát cirkuszban. Ott meg nem futkározott a kettőzben. Igen. Hát, ott meg nem lőttél. Én voltam a főnök. Ott te voltál főnök, igen. Mi újság a határvidéken? Mi van a románokkal? Voltak a románok, képzeld el. Na, mit csinálnak? Volt Gyulán két mókus. Már, hogy... Mondtam ezt tavaly nektek, hogy láttam a mókus. Igen, 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 ezt mesélted, hogy volt a mókus. Volt, igen. Igen. És most elvitték a két mókus tanfolyamra. Balázsra, mert mit tudod? Biztonsági övet tettek rá. Micsoda? Biztonsági övet a mókusra? Hát, ezt tenek a fárókról. Biztonsági övet. Hát, mint a kocsiba, Balázs. Hát nehogy már beüljön úgy egy mókus a kocsiba, hogy nem kapcsolja be a biztonsági övét, persze. Figyelj, nem lehet, hogy ez a medve a románoktól jött el? Vagy ők csak mindig visznek valamit, ők nem hoznak semmit soha? Hát ezek nem hozzák, az egy kicsit nagy csomag volna nekik. Hát valahogy, valahogy a zöld határól lehet, hogy hát átsétáltak vele. Hát lehet, átsétáltak vele, betanították azok, tudok, betanítanak mindent. Milyen ám, vigyázni kell velük. Mire nevelték a medvét, hogy azt mondták neki, hogy legyél te is utas egy kocsiban, és úgy hozták át, vagy hogy? De tudom, ez a medve én szerintem az volt, tudod, amit tavaly átültek, elzavartak a határőr, meg a rendőr. Volt ilyen? Erre nem emlékszem. Emlékszel? Hát tévében benne volt, hogy átlaszkodott a medve, és meglátta a határőröket, vagy a rendőrt, és akkor elment. Ja tényleg, ezzel még mi is foglalkoztunk, én szerintem akkor is hívtunk téged, igen. Igen. Ez a medve az volt. Szerintem elment, úgy ott összejött egy jó fiú orosz, utána most visszajött. Ja, hogy honvágya van, és visszajött hozzánk. Visszajött, visszahozta a gyerekiket. Figyelj, Gyuri bácsi, hogy lehet, hogy nálunk most már lassan minden van? Kenguru, sakál, farkas, hiúsz. Medve, hiúsz, hát minden van itt. Ennek egy részét ugye ott a környezetedben látják, hát tele vagyunk állatokkal, nem? Hát van állat bőven, minden. Vadászol most, Gyuri bácsi, vadászol? Nem, pihenek. De most lehet lőni, nem? Vagy most tilalom van? Vagy most mi van? Hát a dúvadot lehet lőni, persze, dúvadot. Dúvadot? Dúvadot. Hát mit tudom én, mi a dúvad? Mit hát a róka, tarka, macska, illetve... Gizi néni macska a szomszéd. Vannak állatvédők. Aha, de hogy a rókát az a dúvad, tehát azt lehet lőni. Aha. Igen. Na jó van. Mondjuk a vaddisznó is, de hát is van azokkal ilyenkor... Kimélik. Az a kimélik, igen. Gyuri bácsi, nem találkozunk valamikor, ha arra megyünk feléd, nem jössz el hozzánk? Hát ott a hívodátok, mert vannak itt rajongók Gyulán, és nagyon aggódnak értetek, hogy sose mindig csak beszélgetünk, és jönni meg. Pedig nagyon mennénk, mert Gyula nagyon szép, meg most már azt a mézet is megkóstolnánk. Bizonyám. Hoznál nekünk valami kis ajándékot? Készülnél valamivel, Gyuri bácsi? Hát nem is tudom, hogy mit. Valami meglepetés. Aha, egy kis sörét a segünkbe. Az kicsi beléklőnél. Vagy egy medve. Még azt ki kell találni, mert ígéritek, már tavaly ezt ígértetek, hogy jöttök, de hát még nem jöttetek, nem érkeztetek ide. Nem, még nem mentünk, de ha megyünk arra, akkor mindenképpen jelentkezünk, jó? Ha meg állat van, akkor úgyis hívunk. Jó. Vigyázz magadra. Az anyósok is vigyázzanak, mondja, de vigyázzanak ők is, nem küldjük őket medvére vadászni. Kettőt menjen egyszer az erdőbe. Kettőt küldjünk egyszerre? Hát kettőt. A jámkorukat elmesélik egymásnak, tudod, elvadul a medve. Igen. Visszarohan oda, honnan jön. Igen. Gyuri bácsi, vigyázz magadra, imádunk. Vigyázz magadra. Hello. Ciao, hello. Lánykorukat elmesélnek, elvadul a medve. Minden ezért. Zseniális. Hát sokat nem tudtunk meg a medvéről, nem, mit kell csinálni. Nem, de azt minden más megtudtunk. Nem? Hogy mi a helyzet a románokkal, viszont, meg mi a helyzet arra Gyula környékén. Viszont ha nem tréfa, akkor nem tréfa. Szerintem nem.
Simán lehet. A Bükkben azért ott összefutni, és mi is voltunk ott a környéken. Elmentünk volna kirándulni Lilafüredre, hogy sétáltunk volna, andaloktunk volna a tő partján. És egyszer csak. Igen, és egyszer csak szembe jött volna. Daráztál volna. Hát bizony. De most az nem ér, nektek nem gyanús, hogy egy rohadt lágynyom van? Tehát nem sok, hanem egy. Hát véletlen letette. De mi biciklizett, vagy mi? Cirkuszi medve volt? Igen. Igen. Na jó van, Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Beruni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafan csalogányai. Halló, jó reggelt, itt van velünk Reni. Reni, szia. Honnan hívsz minket? Délegyházáról hívlak titeket. Ó, mennyit nyaraltam én arra Délegyházán. Dunavarsány, Délegyháza, tagzony. Igen, nagyon szép, ugye? Bugyi. Az nem volt senki. Mindenkire lekerült. Délegyházán nincs se bugyi. Ott a bányatavak környékén? Hát igen, végül is a tó egy utcával arrébb van, úgyhogy majdnem. Mennyit bringáztam arra, szerettem. Bizony. Nem találkoztatok ti fiatal korotokban? Hát Renni 18 igen. éves, tehát ja, konkrétan a gyerekem. Hát nem valószínű, igen. Hát de lehet, hogy az édesanyjával összefutott a csupasz közben. Az még akkor nem lakott itt anyu, úgyhogy azt se hiszem. Megy még a nudistrand? Hát szerintem megy, mert a vonatról néha látjuk az embereket. Az milyen magány. Imádom a nudistákat, imádom. Az egy külön világ, gyerekek. Az egy külön világ. Jól van, mit csinálsz egyébként? Tanulsz? Hát most készülök a szóbeli vizsgákra, igen. Na, érettségim? Igen. Hogy sikerült? Hát szerintem nem lesz olyan rossz a matek, nem lesz túl jó, de a többi ez biztos jó lesz. Angolból érettségiztél? Igen. Mi volt ez az angol érettségivel kapcsolatos kis felháborodás? Volt alapja? Hát nem tudom, mert én középszinten tettem, de hallottam, aki emelt szinten tett, így osztálytársaktól jártam, nagyon nehezen lehetett érteni a hallott szöveget. Azt mondták, emelt szintű, na akkor rohagyjatok meg, azt beraktak egy olyat, hogy figyelj, álltok, a tanár nem értette, olyan minőségű volt a felvételnek. És mi hova mész tovább? Én cukrásziskolába megyek majd tovább. Az jó. De kis szimpatikus vagy. Jani szeme felcsillan. Jani felcsillan. Szép szakma. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, okay. Reni. Jó. Egy alvó medve. Vadász? Alszanak. Alszanak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na 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 na. Hú. Lehetne még egyszer ugyanezt? Persze. Figyelj. Na 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 na. Kicsit nem segítenek. Régen játszottuk, nyilván nem segít, szerintem most már nem játszuk. Annyira, vagy én nekem sem hallom. Hát... Mutatunk egy hosszabb részletet. Nem nagyon van ötletem, az a baj. Ki sugdolózik ott? Hát anyu, de neki se nagyon van. Mit mondod? Hát én Mici macskó, de nem hiszem. Nem. Anyukád beleragadta mesevilágba egy picit. Mici mackó. Nem, figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet, kivettük a bögrét, figyelj. Hú, pedig tudom, de nem jut eszembe se előadó, se cím. Na megmutatjuk, ez lett volna hallgatni. Igen, gondolj, mert ismerős volt, de nem tudtam volna megmondani, igen. Rihanna. Rihanna. Rihanna lett volna. Igen, hát. Pedig még imádkoztam is, hogy valami könnyű legyen, de hát... Nem volt ez nehéz pedig annyira. Reni, köszi a játékot! Én is köszönöm, sziasztok! Ciao, hello. Ugye, hogy nem volt nehéz? Nem. Innen, a monitorról például tök egyszerűen igen. Le lehetett olvasni. Igen. Na gyorsan egy friss közlekedés. Hungária körút az Egressi útnál megszűnik a középső sáv. Kerepesi után a négy sáv kettőre szűkül, hatalmas dugó van, és Nyúl belterületén mérik a Győrbe haladókat. Ezt Baki 78 küldte nekünk. 3 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perce. Jó reggelt mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk újra. De jó újra itt, de hogy is. Venné még egy hetet? Simán. Simán. Igen. Olyannyira, hogy kicsit csomagoltam pénteken az utcáiban. Hát ha én néztem el valamit. Bíztál benne, hát ha valaki mondja, hogy Jani, még van egy hét, és nem egy hétre megyünk, hanem két hétre. Ezt tudjátok, hogy volt olyan, hogy régen bizony, két hetet mentünk. Bizony. Tehát az első két évben. Imádtam. Igen. Imádtam azt, és most nagyon várom pont ezért a klassz nyár.
újabb állomásait, meg lesznek még egyéb ilyen-olyan kis kitelepülések. Jani annyira szerette a két hetet, hogy még a közbeső hétvégén se jött. Nem, valahol. Egy kis tiszta ruháért beugrott gyorsan, egy családcsekk, és aztán ment tovább. Nem is ugrottam haza, még mindig azt hiszik, hogy kitelepülésen vagyunk. Szerdán jövök. Egy óriási kitelepülés. Igen, ott az volt, hogy hétvége kis pihé, és már vasárnap este indultunk a következő hétre. És 10 nagyváros fért bele. Basszus! Most jutott eszembe, hogy még lesaltam a vonatszámlát a vonatjegyről. Benzinszámla megvan? Mi volt? Van, kellett volna? Mellek, nekem senki nem szólt egyébként. Nincs is. Az szóljatok. Veszek, adok, hamisítok. Bármi van. De melyik, kértél számlát? Persze. És meg is van. Hogy nem. Nagyon rendes fiú. Nagyon helyes. Hát elég sokat vonatoztál. Komplett költségvetés miatt át kell majd írni. Kézzel írt számlát adnak a MÁV-nál. Erről ezt akartam beszélni, mondod. Egy fél mondatot, hogy gyerekek. Ezen annyira csodálkozom, hogy még mindig kézzel írott számla megy. Hát, nagyon helyes. De nem, miért nem használni semmi trükközés, meg ilyen ez az. Érted? Hát de pont ezzel van. A trükközés, B, ez idő. Mert ha beütnéd a gépbe, hogy vonalj egy Budapest Győr, paf, enter, kinyomtatná, jó napot kívánok. Így a néni a kis kezével megírja, hogy ZRT, dátum, mi a jegy, mennyibe került. 220 kilométer. Ja, hogy IC-pót jegyet is vettünk. Aha, flancolunk. Nekünk nem mi? Jó a másodosztály. Hát különben csak a peronon állhattam volna. Flancolunk. És ott a néni a pénztárban megírja neked az a kis áfás számlát? Így van. Emlék, ez tényleg a középkor. Picit fura, mert a BKK-nál például már egyszer bemondod, benne leszel a gépben, és utána pedig nyomtatnak ide egyet géppel. A MÁV-nál még mindig kézzel írják. Aztán lehet, hogy nagyobb állomásokon. Jó, az nem is ér semmi. Mit neked az a számla? Mennyit vonatoztál? Sokat? Sokat mentél. Nem, csak egyet. Ja, egy vonat utazol? Az első helyszínünkön Debrecenben. Ja, ezt nem mindig valaki megsajnál. Igen. Igen. Utána valaki mindig beengedett. Valaki mindig vagy elbújtam az autójában. Igen. Azért tűntél 3-4-10-kor mindig, hogy már 10 órakor... De rohadt nehéz ez a bőrön. Mi van benne én? Igen, bemásztál. Itt állok Debrecenben a Csapó utca Dósan Ádor tér torkolatánál. Hol vagytok? Ez most már egyáltalán nem vicces, kérdezi egy hallgató. Akkor egy hete állsz. Budafoki út befelé torlódik, a Csillagos autószalontól Leslie küldte nekünk, Soroksár Hősök tere után a kifelé vezető úton, a Haraszti út felé tartókat mérik a híd alatt, ez Bévzené, Mosonmagyaróváron, Trafi a főúton, a Pedrónál a levél felől jövőket, ezt Lujó küldte nekünk. Megkérek minden autóst, aki 8-ra megy dolgozni, álljon félre, ők már úgysem érnek be időben, de én még 8:30-re beérhetek. Köszönöm, Zsé, a fekete autós. Nagyon jó vagy, Zsé. Hát de igaza van, nem? Mert 8-ra már úgysem érsz. Aki 8-ra ér, álljon félre. 9-kor engedj el azokat, akik 8:30-re mennek. 84-es főút Kisbérbelterületén, sportcsarnoknál, Morról befelé jobb oldal drága fotók készülnek, András küldte nekünk. Az Alagút utcától az Erzsébet híd felé lezárták a forgalmat az Attila úton, kerüljön, aki tud, mert alakul a dugó. Na, mi történt ezzel a tanulóvezetővel, aki összetörte a kombinót? Hát, túl lelkes volt. Hogy történik ez? Tanulóvezető. Na de várjál. Egy rendes sofőr. De van. Csak bízott az benne, oktató? Hidd benne. De gyerekek, ez nagyon összetört ez a kombinó. Szegénykém, én őt sajnálom, most mindenki nyilván rajta rög, mi nem akarjuk őt bántani, csak inkább menjünk bele, hogy ez hogy történik. Meg nincs-e vészfék, meg nincs egy olyan rendszer, ami egyáltalán ezt leállítja. Hogy működik? Hogy tanul a villamosvezető? Beül melléd valaki? Vagy azt mondja, hogy hagyjad Józsi, először megmutatom én, mondja az oktató, és utána jön a tanuló vezető. Ugye ő csak üres járattal mehet, tehát a forgalomban használt járművel ő nem tanulhat. Nem veszélyeztet senki. Így van, tehát, hogy nincs rajta utas. Ez a lényeg. Uh-huh. Na most, amikor rendes autón tanulsz, akkor a melletted lévő oktató előtt van fékpedál, ugye? Van egy ilyen plusz fékpedál? Van, hogy ne, persze, tehát a rendes autóban csak kormány nincs. Tehát ott ugye a váltó közös, a kézifék közös, a pedálok azok neki ki vannak építve általában. Aha. És átnyúl, ha valamit rosszul csinálsz. De szerintem kombinónál ilyen nincs? Hát én nem hiszem, hogy lenne tanuló kombinó. Hát de dupla pedálos? Dupla pedálos. Vagy ülnek egymás mellett, vagy a végén. És ha hülyeséget csinál, hogyha belemegy egy kereszteződésbe, a tiltás érted, akkor lehet, hogy egy valami zsinórral össze vannak kötve, tehát hogy mögötte áll, és akkor mintha báboznak. De a tanuló van összekötve, és a lábát húzgálja. Lehet, mert mondjuk el a hírt, hát ha valaki nem tudja, ugye a fényképet a Facebook közösségi oldalon találtuk, a villamos nem tudott időben megállni, és a szerelvényt a BAK állította meg, a Bécsi úti villamos megállón szaladt túl a sinen, és rommá törte a kombinó elejét. Igen, de ez tényleg a bajom, hogy ez nem tízzel ment ez a kombinó. Tehát ez elég gyorsan ment.
Az oktató és a tanuló jól van, könnyebb sérülésekkel vitték el őket, de semmi nincs, velük az anyagi kár jelentős, utasokat nem szállított, és a BKV már állította a nyomozati csoportját, és frissebb információkat később adnak. Na de, egyáltalán hogy vezetsz egy villamost? Pedállal? Vagy ez hogy van? A régieknél... Hát, a régi 19-es volt egy valami félköríven kellett húzod egy kar. Az egyszerű volt, azt szerintem én is tudtam volna vezetni. Most, ha mi beülnénk egy kombinóba, el tudnánk indítani? Van egy kulcs, amit nyilván elfordítasz, adsz rá gyújtást, ugye? Azzal veszette uralmad alá a vezetőfülkét. Uh-huh. Felengeded a kéziféket. Hogy kell egy villamost Feri vezetni? Feri pedig megtolja. Igen, Feri arrébb ásítja. Feri pedig lendületet ad. Arrébb fújja. Hogy nyomok egy pedált? Szerintem, van egy rendes gázpedál, meg van egy fékpedál? Aha. Szerintem itt az lehetett, hogy magát a villamost azt ő már tudta vezetni. Tehát, hogy azzal nem volt semmi gond, hiszen A-ból B-be eljutott. Szerintem valószínűleg a fékező bakot még nem vehették. Tehát, hogy, hogy az ott egy fékező bak? Hogy azt még nem mondták el, hogy mi lesz akkor, hogyha egy 20 centivel benézi a dolgot, mert hogy a fékező bak az attól fékező bak, hogy lefékezi azt az egész szerelvét, és hogy meglehetősen stabil szerkezet. Uh-huh. Náluk is van egyébként a béketéren, mindig ilyen tiszteleteljes csodálkozással és félelemmel szemlélem, mindig ott megállok mellette, és így komoly elismeréssel adózok azoknak, akik azt összehegeztették, összecsavarozták, mert azért ezek elég masszív szerkezetek. Gondolod, és nézzük a dolognak a jó oldalát. Most azok, akik ezt a fékező bakot készítették, azok nagyon büszkék magukat. Gondold el, hogy úgy vagy benne egy fékező bak dinasztiában, hogy az apád is fékező bakot csinált, te is, az öcséd is, a nagyapád is, és soha nem volt letesztelve a fékező bak, mert ilyen túlfutásos baleset ritkán történik. Ennyi. Úgy hat meg a nagyapád, úgy él az apád, és öntitek mondom, a fékező bakot, és azt készítitek, csináljátok. Ha egyszer egy balesetet megérhetnénk, hogy nagyapád jó megtervezte ezeket a fékező bakokat, nem? És most... Várod a híreket, soha semmi. Mindenki megáll időben, dögunolom az életet, pedig egy fékező bak dinasztia vagy. Egy fékező bak készítő dinasztia vagy. És most... ez a család, ez a dinasztia mennybe megy. Végre valaki bizonyította, az nem lehet. Ölelgetik őket, hogy látod, hogy a nagyapád ezt jól megcsinálta, jól kitalálta. Csak egy felvetés a részemről. Nem hogy? Lehet, hogy ennek a fékező dinasztiának az egyik sarja beiratkozott egy villamosvezető tanfolyamra csak azért, hogy a nagyapja bebizonyíthassa? Hogy a nagyapja fékező vakát végre kipróbálhassa? Nem akart ő villamosvezető lenni. Ő egyszerűen csak be akarta bizonyítani, hogy igenis ők, ez a dinasztia értenek a szakmához. Mit csináljak, ha én villamost akarok vezetni? Van ilyen, hogy villamos oktatás? Igen, van tanulópálya, van rutin, van forgalom, van síkes indulás. Hát hova menjek? Van. Kell hozzá C vagy D kategóriás jogosítvány, ez tuti. Igen? Tehát, hogy ezt el kell végezned, hát és már utána még van egy plusz tanfolyam, ugyanis megmutatom neked a kombinó vezető ülését. Mint egy űrhajó? Fülkéjét. Hát itt micsoda? Se kormány, se semmi. Ezt hogy vezetik ezt a kombinót? Gyerekek, ha valaki villamost vezet, hívjon már föl minket. Ha valaki vezet kombinót, tud telefonálni, headseten van, kihangosító van, nem bántja a BKK, hívjon már föl minket, hogy hogy lehet vezetni egy kombinót. Gombokat látunk a monitoron, piros gomb, kék gomb, rengeteg zöld gomb, egy kormánynak tűnő szerkezeten három másik gomb, rengeteg visszajelző lett. De se egy kar, hogy előre, hátra, semmi. Se egy szerintem kormány. Pedál, gyerekek. Ez biztos pedál. A Fetteret bújja. Azért ez nem egy Dodge Jam. Hát itt azért komoly szakmai tudás. Ez egy jó meglátás. Ez a villamos ugye? Nem Dodge Jam. Ez a ma reggel. Onnan tudom, hogy az első mondat egyébként a villamosvezetői tanfolyamon ez. Jó napot kívánok. A villamos nem Dodge Jam. Így van. Horváth József vagyok, az önök szakoktatója. Az első mondat, amit meg kell tanulni, a villamos nem Dodge Jam. Írják. Jó, de akkor hogy fékez? Hogy áll meg? Van egy kar? Hegynek fölfele. Szerintem pedál van, gyerek. Aha, fékpedál meg gázpedál. Szerintem van egy gázpedál, amivel ugye ő áramot ad és elindul, és van egy fékpedál, és a két lábával próbál gázt adni, fékezni, minden más pedig a kezével csinál. Igen, azt nem mondhatjuk. Összekeverte a csávó szerinted a tanuló? Hát lehet, mert azt nem állíthatjuk, hogy azért, mert hogy elmérte az orrának a hosszát. Hogy rövidebbhöz volt szokva, vagy ilyesmi, mert hogy nincs. Hogy véget ért a vizsga, és azt mondta, hogy ne haragudjon, hát ez nem sikerült jól, ön nem ment át. Nem mentem át. Aha. Anyád nem ment. Ez kövér. Bum! Nyomott egy kövéret, és megpróbált átmenni. A bakon. De, szegény. De mi van akkor, hogyha korán örült, és korán csapott a levegőbe? Megvan! Átmette! Sikerült! Józsi, féket már! Faszod! Tehát ott áll az oktató. Ott ül a tanuló. Ez a villamos, ez legalább 20-szal kellett, hogy menjen, mert tényleg nagyon össze van törve az elejét. Tehát mint egy ifával ütközött volna. Nyomott egy kövéret a diák, és az oktató már nem tudta rávetni magát a fékpedálra?
Vagy rálépett az oktató a fék a gázpedára, vagy mit? Hogy történik? Hát, vagy fogadtak. 5 rúgóban, hogy meg tudom állítani a bakelő. 70-ről. Ha bárki, aki villamost vezet, és tud minket hívni 555-55-00, hívjon már föl minket, jó? Anna, figyeld a telefon. Így van. SMS-ben pedig küldjétek el, hogy szerintetek mi lehetett az utolsó mondat, vagy az ütközés utáni első mondat. De azért a kettes megvan, tanárunk. Szegény, ilyenkor mi van? Rányomják az egészet is? Hát élete végig fizeti. Ez benne van a pakliban. Igen? Hát szerintem igen. De akkor eltanácsolják, hogy kap egy második esélyt? Vagy azt mondják ki a BKK, hogy a villamos közelébe nem jöhet ne, soha többet? Ne, visszatapsolják és új vizsga. Hát egy sima romát törsz egy kombinót, egy sima bukó és jössz hát, újra. Valami bűnt hát, csak legyen. Hogy az ízeket vér én sem. De miért egy tanuló nem Budapest összes meg. Fékező bakját le kell polírozni. Mert ugye most gondolt, hogy te ott állsz oktatóként. Ő ott ül bent a fülkében. Hát ha neked lehetőséget kell, hogy legyen belenyúlni az ő vezetésébe. Nem? De nem tud. Ha látod, vagy láttad a képet, hogy hogy néz ki belülről a kombinó, akkor az emberünk, aki vezeti, az teljesen beül. Tehát ott még a pedálokat se éred el. Bizony. Meg ez tényleg egy iskolában, ez benne van a pakliban, én is egy csomó kalapácsfejét elreszeltem. Na, ez pont ugyanaz. Igaz? De jó, hogy hoztad ezt a hasonlatot. Tessék. Ez pont ugyanaz, mint a 35 forint alapanyag értékű kalapácsfej. Pontosan így van. Ugyanaz. Nem ment elsőre, nekem sem. Ugye reszelgetted, csinálgattad, egyszer csak jó lett. Szakmai gyakorlat a vezérúton. Na, nem ment, elszúrtam, bocs. Ugyanez. Nem lett jó. Azt írja valaki, hogy nincs már pedál. Tehát ezt felejtsük el. Hát van egy gáz. Van egy pici joystick, amit te láttál, amit te mutattál, az a szürke, ami előtted van, az a joystick, és a joystickkal vezeted a villamost. Tehát egy kicsi joystickot fogsz, és a joystickot előre nyomod, akkor adsz gázt, ha visszahúzod, akkor aki Commodore-on nőtt föl, vagy Commodore 64-en, az jól vezet kombinót? Én a Winter Games-be, joystickozásba a legnagyobb vagyok az ősember olimpiában. Figyelj, akkor viszont tényleg úgy lehet, hogy előre tolod gyorsul, hátrahúzod lassul, akkor valószínűleg az lehetett, hogy már ugye az oktató azt mondta, hogy igen, ez megvan, kérem szépen parancsoljon, itt van az oklevele, hoppá, jaj, leesett le, ha jól kérte, előre dőlt a vezető, előre tolta a joystickot, adott még egy kis gáz, és ennyi. Testből nyomott rajta egyet. És gondold el, milyen, amikor te oktató vagy, elindulsz kifelé a fülkéből, aláírattad a papírt, stb. Már mész, száz lemész az első ajtóz, vagy a második ajtóz, amit van, és érzed, hogy elindul a villamos. És a következő... rohansz vissza, Józsi, állj meg, Józsi. És a következő pillanatban egy baromi nagy csattanás, és rommá törik a villamos. Na most az nem lehet egyébként, hogy tudjátok, hogy a kombinó szerelvénynek mind a két vége vezethető. Hogy az egyik oldalon ült az oktató, másik oldalon a tanuló, és veszekedtek? Hát, vagy egyébként. Kötélhúzósat játszottak? Mivel nem fért oda az oktató, igen? És látta, hogy baj lesz, gyorsan elkezdett rohanni az ellenkező irányba, másik feszülőke felé, hogy megállítsa. Késő volt. Aha, tehát pont fél úton volt. Aha. Egy választása volt, vagy visszarohan, vagy átról a másik fülkébe. Közelebbinek tűnt a másik fülke. De nem lehet, hogy ez úgy működik, hogy ha menetirányal ülsz, akkor a bal oldal a gáz, jobb oldal a fék. Viszont ő átszaladt a másik irányba, viszont ott ugye megfordul a pedál. És még és ő a menetirányának megfelelő módon nyomta meg ugye a féket, szegény. Azt hitte, a féket nyomja, de ő rátaposott a gázra. Így van. Érted? Vagy pedig, ugye ott volt a beidegződés, benne volt a tudatában, hogy ott van a bak, tolatni kell, vissza kell húzni a joystickot. Átrohant a másik oldalra, és lefekszerűen húzott egyet rajta. Aha. Hátrafelé. Viszont akkor elkezdett gyorsulni előre. Na ez nem lehet. És mi van akkor, ha van egy kis joystick? A joysticknál az... Eddig tudok vele azonosulni. A joysticknál az előre a gáz, igen. Hátra a fék. Igen. És látta, hogy gurul a villamos. Érted? És ez csak rossz, tehát megijedt, és azért rossz irányba húzta a joystickot. És full gázzal belement a bakba, érted? Na de hát ahhoz sokáig kell nyomni a gázt, vagy húzni azt a joysticot. Hát, érzed, ha összekeverte az irányt, hogy előre vagy hátra, és vagy nyomott egy teli gázt. Simán lehet, vagy nem reagált minden mozdulatra a joystick, minden egyes utasításra. Hiába nyomta a fire gombot. Igen, nem lőtt el a vizárófarban, a boszorkány nem tudta lelőni. Nem tudta meg sem is. Az asztéknál nem tudott elfutni a piramis. Én egyébként arra pillanatra lettem volna nagyon kíváncsi, amikor úgy ketten megérkeznek a központba, és akkor hirtelen felcsendül az, hogy ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Igen. Gondold el, hogy ők ketten veszik fel a jegyzőkönyvet ilyenkor, vagy megpróbálják lehagyni, hogy mit írjunk, Marcika? Mit írjunk? Na most mit írjunk? És szerinted az oktató meg tudta még húzni a vészféket? Lehet, hogy az oktató az utastérben érezte, hogy gáz van, és rántott gyorsan egy vészféket? Az is lehet.
Hát nem, akkor, hát, akkor megállt volna. Vagy annyira megijedt, hogy kivette a kalapácsot, kitörte még az egyik üveget, az kimászott. Ez az elejét. Az nem lett egyébként, hogy, a, hogy fékeztek időben, csak igen, falevél került a sínre? Ne, azt, az, a MÁV, az a MÁV, az egy másik cég. Ja, de a fém a fémen itt nem. Tehát, hogy ez nem olyan sín, mint a MÁV-nál a sín, és ez nem, a vaskerék nem olyan vaskerék, mint a... Nem, a BKK-t nem zavarja a négy évszak, nem, az a MÁV. Nem. De a BAK előtt például nincsenek az ilyen az lassító valami cuccok beépítve? Igen, látod, hogy mennyi minden nem tudunk a villamosvezetésről? Minden napot mennek mellettünk, nézzük őket. Ugye? Van egy hallgatónk, aki segít nekünk. Halló, jó reggelt! Laci! Jó reggelt, sziasztok! Laci, te 19 évig vezettél villamost? Igen, 90. január 4-én szereztem meg a jogsomat. Aha. És most hol vagy? Hát, most 20 mindjárt leszállok, már jeleztem. Aha. Az jó, azt megvárjuk, Laci, mert nagyon rossz a vonal, lehet, hogy addig várunk jó, egy kicsit. Jó, addig beszéljetek, és akkor... Na, jó. De ha te vagy a sofőr a buszon, akkor ja, ne szálljál meg. Akkor maradj a bugért, sálljál meg. Merre vagy, Laci, éppen? Itt a Rejtelfelecnél. Jó, tehát hogy sűrűjön a busz, tehát nem valami távolsági buszról készült leszállni, és majd 4 óra múlva jön érted a következő, tehát jön a busz. És figyelj, a 20. évet miért nem vártad már meg az aranyórával együtt, mert jött egy bak? Na. Aranyóra. Leszálltál? Itt a megálló, most áll meg. Igen. És nyílik is az ajtó. Ez szerencsés élethelyzet. Ez, ha megállóban kinyílik az ajtó, az mindenképpen jó. Igen. Na. Na, most jobb egy most kicsit. Most már én is jobban hallom benneteket. Na, hát annyi történt az egészben. Már nincs azok, mint régen volt a BKV-nál, úgy mondom, hogy BKV, nem BKK. Régen nagyon sok idő kellett, hogy az ember kijusson a körútra. A 4-es 6-osra. Legalább 3 évet kellett vezetni, hogy felüljünk egy körúti villamosra. Na, de hol vezettél 3 évet? Egyéb vonalakon? Voltam én 50-esen, 42-esen, 2-esen. Kettes az már nagyon csókos volt. Kettesről lehetett kimenni a körútra. A kettes volt a csókos, ott lent a rakparton? A igen, festi rakparton, igen, az nagyon csókos vonal volt. Csókos vonal. És itt, ahogy én is olvastam most újságban ezt az esetet, szerintem nem ment olyan gyorsan ő. Nem ment ő gyorsan, csak megijedt az ütközésnél, és a menet fékony gyógyszikos. Előre nyomod a félvédő fele, akkor menet. Hátrafele húzod, fék. Aha. És hát már az ütközésnél is, hát akkor, ahogy ütközött, előre bukhatott, és akkor szerintem nyomott egy satú menetet, egy nagy gyorsítót, satú. És hát ez a villamos meg olyan, hogy nem érzékeli azt, hogy most ő nem tud menni, mert ő nem érzékeli, ment. Az oktató, ez a joystick a bal kezénél van. Aha, tehát akkor ez lehetett, amit mondtam, hogy ő megijedt, és nyomott még egy kövéret valószínűleg. Nyomott még egy kövéret, és azért is, szerintem azért is ugdott le a sínből. Én szerintem. Igen, figyeljetek, ez a villamos nagyon összetört, tehát hogy pontosan mutatják a híradóban. Igen. Az oktató meg a jobb kezénél áll. Ő semmiképpen nem tud átkapni a bal kezéhez, hogy joystickozzon. Ja, hogy ő nem tud átnyúlni. Aha. Nem, hát akkor vagy megüti az oktatót, vagy valami. Nagyon nehéz oda átnyúlni. Tudom én is, mert voltam, én nem oktató, én munkamódszer átadó voltam, akkor azt akartam már, hogy megvolt a jogsia, de már utasokkal vezethetett. Aha. És akkor én ott álltam. És ez nem lehet, hogy valamiféle konfliktus történt ott az utasülkében, dulakodni kezdett az oktató a tanulóval, és ráfeküdtek a joystickra, vagy ez kizárt? Azt nem tudom, hogy ő hölgy vezette, mert annól nagyon régen volt olyan, hogy hölgy az úgy vezette. Mármint? Igen, hogy az oktató mondjuk nem azt nézte, hogy vezet. Aha, ja értem, nem tudtam, mire gondolsz. Én is hárítottam el hibát úgy, hát remélem most már kapok telefont, hát már beszéltek róla, hogy az automaták az meg a jobb lábánál van. És mondtam a hőtanulómnak, automaták, biztosítékok meg minden. Automata? Az a tűz? Nem, biztosítékok, akkor vagyok biztosítékok. Ja, jó, bocsánat, nem értettem, igen. És mondtam a hőnek, hogy üljön nyugodtan ott a székbe, én ott legugolok, és ott megkeresem, hogy mi a hiba. Hát csak támaszkodnom is kellett. Hát. Ja, és finom a legugolt, te kicsit eltűntél ott alul. Aha. Igen, így is lehet mondani. Jaj, hát ti milyen kis rafkósak vagytok. Mondom, szerintem az lehetett, hogy ő megijedt az ütközésnél, és egy csapi mentetett nyomót. És ilyenkor mi van? Újra próbálkozhat holnap? Vagy egy kicsit pihentetik, elfektetik, és egy hónapig nem gyakorolhat? Vagy ilyenkor mit csinálnak?
Szerintem azt fogja mondani a vállalat közös megegyezés alapján, szerződést bontanak vele. Hát plusz szerintem még hát mindenképpen kártérik. És ez olyan, mint a személyi gépkocsi, a tanuló kocsival, ha ütközél. Nem ráverik a balhét. Hát az nem, az egyébként szerintem nem annyira fair dolog. Nem elég, hogy összetöröm figyelj, a kocsit. Figyelj, tanulókocsinál sincs meg még a jogsíd. Neki sincs még jogsia. De a tanuló vezetőnél, ha összetöröd az autót, ott tényleg kifizeti ott? Neked ki kell fizetned? Hát azért mész, hogy megtanuljál, igen. Te nem tudsz vezetni. Nem, ott spec biztosítás van, gyerekek. Az oktatóknak a saját kocsiukra speciális biztosítást kell kötni. Igen. Ráadásul az autóvezetésnél, ugye én mondom, aki nem értek hozzá, de hogy ott azért tud kontrollálni. Az oktatóként viszont nem. Másabb az autóvezetésnél tényleg, mert ott vannak pedálok, mert minden az oktatónál. Nem itt a villamosnál, mikor ő rájön a tanuló kocsira, csak egy hatósági vizsgája van. Ami azt akarja, hogy vizsgázott kreszből, mindenből vizsgázott, csak gyakorlatból még nem. Ekkor állapítják meg neki, most nem tudom, már valami 60 órát kell levezetnie, vonalakon, uh-huh. És utána, megy oda. Na, mindegy, és utána mehet rendes vizsgára, aha. Mint a személygépkocsinál. Én nem tartom ezt a dolgot fairnek, főleg, hogy ott van még a sértetlen másik oldal. Miért nem kap egy esélyt azzal? Jó, ez összetöbb, üljünk át a másik oldalra. Figyelj, Jani, nekem is volt olyan tanulóm, úgy tanuló, hogy mondom, hogy ilyen csak munkamódszer átadó voltam, hogy bement a főnökhöz, és azt mondta, hogy én nem oktatom őt rendesen, ő mást munkamódszer átadót kér. Megjuvattak engemet is, én megmondtam, akkor 6 napot kellett gyakorolni, én megmondtam, hogy jó, lehet behoztani más mellé, de én ide a javaslatra azt írom, hogy 20 nap. És kérdezték, hogy miért 20 nap, de mondom, hogy szerintem 25 nap alatt se tanulja meg a villamos vezetést. Aha, pedig nem tűnik annyira bonyolultnak, de közben, hogy mondod, mégis az, igen. Jó van. Erre tudom mondani, remélem nem ismernek meg minden. Anó nagyon régen behívattak az óvodába, hogy a lányom linkel. Én mondtam, hogy a kicsim az mindent tud csinálni, de nem linkel. És bevettem, és mondta az óvónő, hogy a Dettike azt mesélte az óviba, hogy ő vezette a 4-es villamost. Ekkor volt valami 4 éves. Én meg mondtam, hogy tényleg linkel a Dettike, mert 4-es nem vezet, mert én a 6-oson vagyok. Aha, ja. Ja. Jó, oké, köszi, hogy csörögtél, köszi, ciao. Hello, ciao, Laci. Anna beszélt közben valakivel azt, hogy a tanuló nem minősül vezetőnek, hanem az oktató minősül vezetőnek, tehát ezért nem lehet kirúgni. De nagy bajban van. Az oktató de nagy bajban van. De az anyagi felelősség felvetése az nagyon durva. Hát most gondoljuk bele, hogy mennyi lehet egy ilyen kombinó. Hát de csak az eleje. Ja, tényleg. Hát az ettől jó. Százalékosan. Igen. Na jó van, jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 3.90, pontosan jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ide egy hallgató, hogy a tűzoltóságon 160 milliós autóért teljes anyagi felelősséget kell vállalni. Mindez havi nettó 80-ért, további szép napot. De már. Hát lehet, hogy ez így van, nyilván. Igen. Most mész riasztásra, megkülönböztetett jelzéssel, és megállsz, hogy hop-hop, bocsika. Hát kérdés, hogy a te hibád, gyorsan. Nem a te hibád, így van, igen. Kombinóra 2 év balesetmentes villamosvezetői múlt kell más típuson. Ezt Győző érte nekünk, ugye megerősítve a hallgatónkat, aki ezt elmondta. Tehát a tanuló nem lehetett annyira tanuló. Annyira már. Tanuló, így van, igen. Mert hogy csak tudsz átülni, igen. De hát mondjuk a balesetben nem volt tapasztalata, itt pedig mi történt? Baleset. Hogy most már ebben is van, erre hát gondolsz? Hát a balesetben tapasztalatlan volt, ő nem tudta, hogy ez milyen. Igen. Ennyi, most már ott is van, sajnos. Nem kell a villamos vezetéshez autós jogsi, nekem sincs, már 8 éve csinálom, mozdonyvezető igazolvány kell hozzá. Jaj, ne, hanem. Én a 4-es 6-oson vezetek, ez Patricia küldte nekünk. Tök jó, nem? Hogy nem kell hozzá jogsi. Tök fura lehet, hogy a villamosok nem késnek. Ez most a legfrissebb tapasztalat mondatja belőle, mert egyébként valami szénabálát rávitta a szél, vagy én nem tudom ki, más lehetett az. Aha. A sinekre ezt elmondták a vasutasok. És emiatt 20 perccel később értem Debrecenbe. Igen? Uh-huh. Ja tényleg, hát te megtapasztaltad a mámot. Meg. Igen. Na jó van, hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló! 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 Jó reggel! Valahol van, valahol már megvan a játékos. És így feldiszkóztuk. Igen. Azt sehol sincs.
aztán elszámolunk. Hát, nincs nagyon mit sajnos. Na várjam, én nem emlékszem, mibe fogadtunk pontosan, mondom. De majd mindjárt elszámolunk. Na mi van Annácska, nem? Játszunk a Janival. Hogy Jani meg tudja válaszolni a saját kérdését, az mindenképpen jó. Már nem emlékszik rá ilyenkor. Az egy nagy kívás. Figyelj, a harmadikat elbukom. Jó. Jó, és akkor nem kell ajándékcsomagot. És akkor nem kell adnatok. De jó. És formálisan megvan a játék, viszont nem kell adnatok semmit. Ha már jó. Állj, megnézem, hogy van-e plusz ajándék, mert akkor azt itt, viszont neked oda kell adni. Itt volt a hallgató, csak eltűnt, most újra itt van. Laci, hello, jó reggelt! Halló, sziasztok, Horgarászló vagyok, üdvözlök mindenkit. Laci, eltűntél, aztán nem kerültél. Igen, nem tudom, mi történt a telefonommal, néha csinálják. Úton vagy? Úgy aggódtunk. Igen, úton vagyunk, most megálltunk, félreálltunk egy picit, hogy tudjunk játszani. Merre vagytok, hogy merre mentek? Nagy Kanizsa felé megyünk útburkolatot festeni. Remélem, főnököm hallgat minket, innen üdvözlő. De nem baj, hogy játszatok, nem? Vagy ezzel nincs baj? Nem, dehogy. Nem. Uton vagyunk még mindig. Messze van még Nagy Kanizsa. Nagy Kanizsára mentek. Honnan? Zalaegerszeg. Igen. Ott akkor kell egy kicsit menni. Igen. Jó. Jani? Nem érzem könnyűnek ezt a kérdéssort. Most nem? Úgy emlékszem. Nem is az. Na hát a harmadik, az nézd már meg. Hát az... Senki nem tudja. Tényleg? Na jó, mehetünk? Senki nem tudja. Így ember, aki tudja. De hogy nem. Így szól az első kérdés. Milyen nemzetiségű volt a 48-49-es forradalomi szabadságharc tábornoka Bem József? Lengyel. Így van. Így is van. Figyelj, azt tudod, hogy Damjanics János milyen nemzetiségű volt? Ez már második kérdés. Nem akarok hülyeséget mondani, de horvát esetleg? Nem, szerb. Jó, ezt nem tudtuk valakul, hát, hogy nem ezt tettem fel. Hogy... Nagyon agyaltam, hogy a kettő közül melyik legyen az. De penge vagy, ezt tudtam. Igen. Így szól a második kérdés dedikált egérrel átétért. Melyik kontinensen található a Szikláshegység? Megkapkod? Egyes, Amerika. Tök jó vagy! Figyelj, nagyon hasítasz. Amerika. Észak-Amerika, de elfogadjuk. Észak-Amerika, így van, elfogadjuk. Igen, Egyesült Államokat akartam mondani, csak az nem kontinens. Jó. Abszolút jó. Na, a harmadik kérdés, mit csináljunk? Megkérdeztetem, hogy milyen jellegű a kérdés. Sport. Sport. Csapassuk, menjünk. Ez az, csapassuk. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik sportág egyik világszervezete a VBA? Box. Nem, én félreértettem, jó, nem, ez könnyű. Hát mondtam, hogy ez egy könnyű. Én azért ránéztem egy pillanatra kérdés, azt hittem, hogy az a kérdés, mert ugye a zárójelben oda is van írva, hogy minek a rövidítése a VBA. Nem, ja. nem. Mondom, az... Még azt is tudom, de most nem jut eszembe. World Boxing Association. Oh, yeah. Ja, jó, hát így, hogy melyik sport a VBA, így ez könnyű, igen. Oké, megvagyunk, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy játszottam veletek. Ügyi voltál nagyon. Jó munkát nektek. Sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, mi van? Következő van. Az van, hogy ugye fogadtunk a hóesésben. Így van, az nem volt. Az nem volt, jövök ott én nyertem tőled 20 ezer forintot, mert abban fogadtunk, és a focival egy ötöst én buktam, tehát 15-tel jössz. Ötösre emlékszem. Mind a kettőre öttel fogadtunk. Viszont ne... 5 ezer forinttal fogadtunk a hóesésre, aztán fogadtunk a focira, és én ott a Barcára tettem. Igen. De meg arra az a másik csapatra, aki megnyerte. Mert mondtam, hogy az Atletico szerintem... És meg is nyerte. Igen. Atletico, azzal nyertél 5000-et, és mivel te is nyertél 5000-et, és én is, ezért az nulla. Egyetlen egy kérdésem van csak. Illetve kettő. Na. Az Atletico Barca az egyébként döntetlen lett. De az Atletico lett a bajnok. Ja, hogy az döntetlen le? Azt hiszem, egy-egy játszottak. Hogy lett bajnok? Na, nem menjünk abba bele, az már nagyon bonyolult. Nekem, még nekem is. A pont különbség. Azt hiszem, egy-egyet játszottak, de lehet, hogy nem. Mindegy, az Atletico lett a bajnok, az biztos. Ez így van. De nem ebben fogadtunk, hanem a mérkőzésbe is, az meg döntetlen lett. Akkor egyikünk se nyert. Tehát akkor te tartozol 5000-re. Igen, de. Jaj, ne. De? Ne már. De nem 10-be fogadtunk az Atletico Barcára? Mert akkor viszont... Nem, akkor se. Akkor tök mindegy, hogy mennyibe fogadtunk, ha döntetlen lett a mérkőzés, mert mi a mérkőzés... De mire fogadtunk, hogy ki lesz a bajnok, nem. Vagy hogy mi lesz a meccs végeredménye? Mi a meccs eredményre fogadtunk. Igen? Aha. Azt se tudom, hogy ez bajnokság volt, ne szólnak. Ez a, igen, hát te most dőlt el a spanyol bajnokság. Ugye a Real az már elvérzett, sajnos. És akkor az Atletico és a Barca között dőlt el. A BL döntőre még fogadhattok egyébként majd, de
Én azt vettem észre, javítsatok ki, hogyha nem így van, én úgy emlékszem, hogy Feri régebben sokkal gálánsabb volt. Tehát, hogy én nem emlékszem, hogy mikor védte így a, mikor védte így ezeket a csipcsukis. Jó, azért, ja, és csak azért mondom, hogy gyokonyátszott Nadal a hétvégén. Én emlékszem, amikor ő még úr volt. A gyokó nyert egyébként. És a gyokó nyert. A hülye voltam, igen, hogy nem fogadtam. Na most, rá. Most kellett volna. Most kellett volna most gyokot kellett megtenni, mert a gyokó megverte 3 szetben egyébként. Visszamenőleges fogadás? Nem, azt már nem tudom elfogadni. Én is fogadtam egyébként a hétvégén, és buktam sajnos, mert hallgattam a Majonnara, ahogy a lányom mondta annak idején. Majon? A Majonnara, mert hogy a Dortmund-Bayern német kupa meccset megjósolta az eredményét, és azt mondta, hogy a Dortmund behúzza. Aha. A Majon. Igen. És nem húzta be. Buktam rajta 512 forint. Nagyon komoly vagy. Annyi maradt. Nem, nagyon 12 vagy. Az mi az 5-12? Annyi, valami maradék. Ja, valami kis azt az még korábban hagyta. Nyertem valami komolyabb fogadásot. Szóval... Nem tudom, hát akkor hallgattassuk vissza Annával az egész múlt hetet. Na, várj, átdobta a fogadást. Csak kíváncsi, itt van a fogadás nálunk. Beraktad? Átdobtad? Az a baj, hogy igen, a meccsre fogadtunk, nem arra, hogy ki lesz a bajnok. De miért fogadtunk a meccset? Arra kell fogadni, jár, hogy ki lesz a bajnok. De én nem tudok, mert azt se tudom, mi az a bajnokság. Érted? Egy baj, most már igen, egy ilyen igen. Meccset körülbelül nem látok. Akkor ezek szerint nem akartad összezavarni a Ferit. Nem, nagyon-nagyon kegyes voltam, igen. Na várjál, hallgassuk meg, figyelj. Május közepén fogadjunk egy hóesésbe, ez lehet, hogy már kicsit arcoskodó volt. Tehát ez sajnos öt gubán bánja. Úgy érzed? Úgy érzed. Úgy érzed, egy picit túlmentél a határon? Figyelj, annyira bepromózták ezt a hidegfrontot, hogy azt hittem, hogy még talán ott valahol fönt a kékesen egy ilyen laza hóeséssel én meg tudok lenni. Vagy havas esővel, vagy bármi, ami hasonlít a hóhoz, de nem. Ez kicsit azért ott túllőttem. Na mindegy. Jól van. Nagyon sajnálom. Igen, nagyon. Igen, ezt el, de nem baj, Atletico Barszára jó, jó vagy? Én jó vagyok. Jó, 10 játék, vagy 5 játék? Attól függ, kire akarsz. Hát kire, én csak a Barszára akarhatok. Nagyon helyes, mert szerintem az Atletico fog nyerni, úgyhogy szerintem igen. Jó, oké. Okay. Jó, oké? Okay? Áll az alkú, jó. Persze. Hallottad, Jani? Hallottam, abszolút, és megvan archívban is. Tényleg megvan archívban. Tehát jól emlékeztem, hogy 10-re fogadtunk. Aha, csak jó. A meccsre fogadtunk, azt nem arra, hogy ki lesz a bajnok. Kivirítja az ötöt az időjárásért. Köhögnem kell a gubát, hogy érzed, Jani? Hát, ugye? Pihentes nála egy kicsit. A saját pénzedből fizetlek ki. Milyen pénzem? Hát ezt így szokták mondani, amikor az elnyert pénzt kapod vissza. Látod, amikor a bal zsebéből húzza ki, az a te pénzed. Az a lóvé, amit tőle nyertem. Jól van? Na, egy ötöcskét. Jól van. Na, ha már sport, gyerekek, segítenünk kell valakinek a hírek után. Benfica. És most nem arra akarok kiukadni, hogy mi van az arcod olyan. Hát jobb, mint a kint. Úristen. Egy szakállas. Jó szakállas vízi hétfőreggel. Véletlenül se arra gondolnék, hogy... Szerintem 8 évesen már toltuk ezt a point. De most persze. Még mindig nevet rajta. Én is hihetetlen, mert nem a te arcodról beszélek. Szóval a Benfica... Hát... A Benfica-n látok ül gyerekek. Le kell vennük róluk a Gutmann átkot. Hallottátok ezt a történetet? Igen. Azt hiszem valami rémlik. Gutmann egy magyar edző volt a Benfica. Egy magyar sikeres. Tréner volt, így van, még a 60-as években. És ugye ő Beck győzelemre vezette a Benficát, de mivel nem kapta meg az elvárt jutalmat, így megátkozta a csapatot, hogy soha többé ne nyerjenek európai kupát. Így. A nyolcadik döntőjüket bukták el szerdán. Ugye hát játszott a Benfica, játszott egyébként pont szerdán, tényleg. És le kéne venni valahogy róluk ezt az átkot. Ha már van magyar vonatkozása. A Gutmann átkot. Hát? De most pont egy magyarral megyünk szemben? Vagy szembe Gutmann úrral? Segítsünk már neki. Figyelj, még szobrat hát most is. A Benficának fogunk segíteni. Emlékeim szerint még szobrat is állítottak az edzőbának. Elvesztették a kupadöntőt 63, 65, 68, 83, 88, 90, 2013 és 2014, és azóta nem nyertek. Állítólag a Benfica újrázása után Gutmann bement a klubelnökhöz és jutalmat kért, vagy inkább követelt, és azt mondták, hogy megkapja a prémiumot, de végül is nem kapta meg a beígért prémiumot, és úgy jött ki az öltözőből, hogy soha többé ne nyerjen ez a csapat európai kupát. Megállt, és elment a Montevideóhoz. Az égre nézett.
sátjáltotta magát. És a villám belecsapott. Soha többet ne nyerjetek nemzetközi kupát! Tudjátok, milyen lehet így fölállni a pályára? Hogy van egy ilyen átok rajtad, még ha érted, ha nem is működik, de egyébként ezek szerint meg működik. Tehát te már úgy mész ki erre a meccsre, most a hétvégén ők úgy mentek ki, hogy a Gutmann átok miatt mi nem tudunk nyerni. Igen. Ha felhívjuk Frábátot, hogy vegye le élőadáson, leveszi nekünk? Szerintem igen. Szerintem igen. Hallottatok már vala a Gutmann átok levételt adásban? Soha. Szerintem ez egy történelmi pillanat lett, ez mindenféle szempontból. Annyira meghallgatnék egy ilyet, hogy hogy zajlik egy ilyen átok levétel. Hát szerintem ott a helyszínen, Frabatonál? Nem, hát hogy felhívjuk is adásban leveszi az átkot. Két kazettás magnóba megfordítja a kazettát, mert a másik oldalon vannak az átok. Igen, levág egy csirkét, elővesz két üveggolyót, meg egy befőttes gumit. Előre pörgeti a kazettát, ha már volt aznap is átoklevétel, mert nyilván valamilyen hang alá festő, vagy ilyen hangulat alá festő zene, nem? Átoklevétel zene? Biztos. Jó. Felhívjuk Frabatot, és megkérjük, hogy vegye le a Gutmann átkot. Teszünk egy ilyen szívességet a Benficának? Teszünk egy szívességet a Benficának, és megnézzük, hogy nyernek el legközelebb. Jó, hívjuk föl a Benficát, hogy ők is adjanak valamit egyébként, cserébe. Egyébként simán meg lehetne csinálni azt, amit Gutmann úr. Tehát oda telefonálunk a Benficához, megmondjuk nekik, hogy 3 jegy, nem 3+, mert hogy akkor vigyünk a családot is. 3+1 jegy. Vagy várjál, nem. Tehát akkor 6 jegy. Akkor így mondom, mert azért, mert még ne hívjuk a Benficát. Tegyük össze, hogy mit akarunk. Adjanak 6 jegyet, és leveszük az átkot. Ne, hogy már 6 jegyért odaadjuk az átok levétel. Ha ugyanazt fogják csinálni, amit a Gutmannal csináltak, akkor nem adják meg. Ez akkor, rajtuk hagyjuk. Akkor rajtuk hagyjuk a Gutmann átkot. Na jó, följük Frabatot a hírek után. Jó, 1 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlva 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Újra a stúdióban. Inger szegényed, mi? Ki vagy szok kicsim? Látom rajtatok, hogy nincs inger, nincs tea, nincs közönség, nincsenek hostess lányok, mint, ugye, hogy újra csak ide egymást nézzük. A számból vented ki a szavat. A szavatot? Figyeljetek, két megszólás között mindig kimegyek az udvarra a kezemmel egy filztollal és néhány nyakbakasztóval, de senki nem akar tőlem kérni autogramot. Se egy közös fotó. Besötétített ablakok. Itt ülünk, így van. Na meg de? Hát hétfő van. Az mindig egy kicsit nehezebb. De új székeink vannak. Igen, és a gyönyörű. Stúdió, gyönyörű szép. Nagyon jó munkát végzett a mi Gyulánk a hétvégén. Igen, nagyon, nagyon kitett magáért. Csinált új székeket. Igen, otthon faragta a kis székeket, csinálta a kis kezecskét, a levegőbe csapott. M3 166-os kilométer baleset mindkét oldalon a belső sáv lezárva. Mi van a Lánchídon? Kérdezi egy hallgatónk, fél óra alatt lehet eljutni az Erzsébet tértől a Széchenyi térig. Még nem látjuk, de ahogy van valami, mondom. Budai alsó rakparton, Margit híd után délfelé lerobbant teherautó lassítja a forgalmat, ezt Tibi küldte. És iszonyat dugó van a Budaörsi úttól befelé a Rákóczi útig, kettesig lehet csak felváltani, ezt Szilvi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És van még egy utolsó. Igen, lerobbant kukásautó, igen, ahogy mondtam, délfelé a Margit hídnál, a Budai alsó rakpart, ezért van hatalmas nagy dugó. Na! Le kell vennünk az átkot a Benficáról, nem? Ennyi. Vállaltuk valamit, meg is tehetjük szerintem a dolgot, mert hogy a rendelkezésünkre áll, a segítségünkre lehet egy olyan ember, akinél átok levételre jobban nem alkalmaz senki. Igen, ezt tudod? Vagy hát ő már többször is járt nála. Igen, az, hogy nem tudnék én sem más hívni. Ugye a Benfica átokról beszélgettünk. Pontosan a Gutmann átokról, a ugye? A Gutmann átok, igen. Ő egykori sikeredző volt a Benficánál, nagyon sok, nagyon szép győzelmet köszönhet neki a csapat, illetve a közös munkának, de aztán amikor egyszer ő fizetésemelést kért, illetve prémiumot, egy meggyőzelem után, akkor nemet mondtak neki, vagy legalábbis megígérték, de aztán nem lett belőle semmi, és ő ezért megátkozta a csapatot. Igen. Szegény, hát egyébként megérdemelten, hát ha nem voltak vele korrektek, nem? De hogy egy jó edző volt, és sikereket ért el, és nem fizették ki, hát az nem egy szép dolog, nem? Hát úgy kellett nekik. Hát ezt a kis pénzt sajnálják. Vagy sajnálták. Hát most már igen. Most már igen. Most már kifizetnék a sokszorását is, mert hogy úgy látszik az átok bejött. Azóta ugye nem nyert európai kupát ugye a Benfica? Mm-hmm. Így van. Így van, 8 döntőt buktak el eddig. És mi az átok, hogy 100 évig nem fog nyerni? Igen, azt hiszem azt tette rá, hogy 100 évig nem nyernek semmit. Igen. Ez mikor történt? Mert ez 62-63 környékén valahogy így. 62-ig semmi. Semmi. Ti hallottatok már olyat, hogy valakiről levesznek egy átkot? Valaha? Amit a szomszéd rád rakott, vagy a barát rád rakott, vagy egy ex rád rakott. Hogy néz ki egy ilyen átok? Össze kell tépni a fényképét, vér kell,
és összetörnek egy tükröt, kell két hajszál, amit elégetnek? Nem rólad kell, nem rólad, nem jó. Hát te vagy megátkozva. Igen. Elmész a látok levevő emberhez, akkor nem a saját képedet tépeted össze, hanem azért, aki rád tette az átkot. Tehát tudni kell, hogy ki teszi rád az átkot. Ha? És annak a fényképét kell összetépni. És kell bele ilyen csirkeláp, meg ilyenek? Biztos. Meg hogy hívják, mit tudom én. Ökörvér. Ökörvér, az kell bele? Meg macskafarok. Nőstény, sakál, epéje. Az is nagyon jó. Pókszárny. Figyelj, én jós lennék, én csak ilyeneket mondanék. Szerezd meg egy fekete özvegy potrohának egyik szőrszálán. Csak ilyeneket. A komodói varánusz bal szemfogának, lyukas szemfogát. Tehát csak ilyeneket. Hát akkor vagy hiteles, ha minél nagyobb baromságokat mondasz. Nem sikerült megszerezni? Nem sikerült közelébe kerülni akkor nem tudom levenni. Egy rossz fogsorú komodói varánusznak. Hát akkor így járt. Akkor sajnos nincs átoklevétel. Mennyibe kerül egy ilyen átoklevétel? 5 plusz áfa? 10? Plusz áfa? Hát. 8? Áfás? Nem áfás? Szerintem nem áfás, ahogy ismerem az iparágat. Hát milyen tevékenységi körről lehet számlátani? Egyéb bűvészeti tevékenység? Vagy mi van? Mi az SZ szám az átoklevételnek? Bűvész. Nem. Illúzionista. Illúzionista. Hát de én nem hiszem, hogy olyan van, hogy... Honnan tudom, hogy valaki engem megátkozott? Tessék, hát. Egy exem tett rám átkot. Én azt honnan tudom? Az egyik exem megátkozott. Tudnom kell? Vagy egyszer csak az átok majd életbe lép, és onnantól kezdve... Nehéz megkülönböztetni, mert picit hasonlítanak a következmények szerintem egy agyvérzéséhez. Ugyanaz. Hogyha egy picit, mit tudom én, a jobb oldalad, vagy a bal oldalad egy kicsit megfárad, vagy ilyesmi, vagy őszbe csavarodsz, pedig még tegnap dús fekete, vagy sötétbarna szőrzet volt a fejeden, vagy elkezd hullani, vagy ilyesmi. Tehát hirtelen elkezdek kopaszodni, akkor megátkoztak? Hogy nem leszel már potens, egyik napról a másikra ez a dolog így elmúlik. Akkor megátkoztak. Hát igen, vagy már, hogy tudom én, a 20. léptetek. Na. Akkor átok van rajtam. Hát mondom neked, mikor tudsz átkot levetetni. Na. Egyes pont, ha te kértél fel valakit, hogy végezzen el számodra egy mágiát, de már nem akarod tovább a varázslat hatását. Kettes, ha tudod, hogy valaki szerelmi kötést rakott rád, vagy átokkal sújtott. A hármas, ha nem tudod, hogy irányul rád ártó vagy megkötő mágia, de a következő állítások közül három vagy annál több igaz rád, és akkor itt vannak a... Igen. Aha. Mostanában semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted. Hát a Benficánál ez megvan. A Benficánál ja, igen. Fáradt vagy, ha tudsz is aludni, nem ébredsz pihenten, ez viszont rád... Ez van, mi 3-5-ig minden reggel fönt vagyok. Simán. Gyakran vagy letört... Nem? Vagy nem vagyok vagy. Letört, nem. Nem letört tudsz lelkesedni azokért a dolgokért, amik eddig felvillanyoztak. Sokszor vagy kiállhatatlan kötekedő. Igen, pénzszámolás, igen. ez sokszor vagy kiállhatatlan kötekedő, hát ez a ma reggeli cirkuszod. Miért? Hát mert hangot mertem adni a véleményemnek, hogy milyen szörnyű előadást láttam a cirkuszban. Hát most ez miért? Azt kell csinálni, hogy milyen jó volt. Hát tőle nem vagyok kötekedő. Csak elmondtam, hogy mindenki megpróbáltam lebeszélni arról, hogy ezt az előadást. Nem, Feri, ne csináljunk úgy, mint hogyha nem tudnánk, hogy a leghírhetebb kötekedő az egész médiában. Most miért? Mert a Bazán Family és a Duo Capillar egyébként. Ez a Duo Capillar átvágott engem, mert a levegő akrobaták Kubából azt írtik, hogy kette lesznek, és a Duo Capillar egyedül volt. Hát ezt nekem el kellett mondani. Jó, mondom akkor. Richter Florián nagyon jó volt. Mondom akkor a mindent megdöntő bizonyítékot. Ma ugye 5000-et vesztettél, a pénzügyeid rosszul alakulnak. Akkor ez lehet, hogy az. Jó, hívjuk fel Frabatot. Nézzük meg, hogy veszi ő le a Benficáról az átkot. Tehát csak jövőre tudjuk meg, hát ilyet nem játszanak minden hónapban. Mi van? Mennyi? Átoklevétel az eset súlyától függően 30-tól 150 ezer forintig. Hopszi. Hát akkor Frabatot megcsinálja nekünk. Megcsinálja nekünk ingyen? Persze, hát ez csak is szívességből. Mert hát ő is sportolt régen. Aktíva. Jó, de akkor innentől kezdve figyelni kell a Benficát, és bármilyen európai szereplésük van, néznünk kell, hogy működött-e. Jó. Tehát, hogy jövőre, ha megint oda jutnak, akkor azt néznünk kell, ugye, hogy odaére a Benfica. Benfica drukker leszek, ha ezt kell hozzá. Jó. Na, hívjuk fel a Frabatot. Jó? Csörögjünk rá. Jó ez a Benficának, hogy mi most leveszük ezt az átkot? Hát szerintem igen. Örülni fognak neki. Nem, ez a Janinak lesz jó, mert tud fogadni most már a Benficára nyugodt szívvel. Én a következő kupa döntőjükön fölteszel egy 520 forintot. Egyébként igazad, most 5-12-t tettem föl a Dortmundra, az nem jött be, de egy 5-20 nekem. Nekem megéri. Frabatot olyan érzi, hogy hívjuk? Hát vicces, tudja, nem? Ugyan, hát ő bele se szó, hogy mert azt mondja, hogy tudtam, hogy hívni fogsz. A másod nem a telefoncsörgésből sejteni fogja, hogy valaki beszélni akar vele. Igen. Itt van Frabatot, hello, jó reggelt! Jó reggelt, jó szurkolás, sziasztok! Hello. Szia! Tudtad, hogy mi vagyunk, mi?
Igen, valahogy megéreztem. Egyébként figyeltem a rádiót, most nagyon sok igazságot mondott a Feri, a fele igaz, a fele nem. Na, Louis Pátra honlapjáról olvasta, igen. Csak mondom. Na, az, azért mondom, a fele igaz. Konkurencia honlapjáról olvasta, úgyhogy vigyázz. Nagyon jó. Tehát ilyet eleve nem írunk le, hogy hogy működik egy rontásfelvétel, mert az már nem jó. Én mint ez a Gutmann, ezt nagyon figyeltem én is, a CNN vele foglalkozott. Tehát mekkora király, a mesternek hívom most már, a CNN-en ezt a hírt láttam a tévében, hogy a Gutmann átok működik a Benficánál. Egy olyan ember, aki meghalt, az még mindig a neve fennmarad, és mindig az átka működik, ez egy olyan dolog, ami kihívás. Már hogy neked? Nekem, hát igen, minden szakmodellének. Hát így van, így van. Összecsapsz Gutmannal. Hát nem szívesen, mert ha jól tudom, akkor ő meghalt. Igen. Tehát a halott ember, tehát az átok levételén az a fontos, hogy éle még az illető, aki rád tette, vagy meghalt. Ha meghalt, akkor sokkal erősebb. Oh. Ha halál után működik az átok, akkor egy olyan valakivel harcolsz, akinek már csak a lelke van itt. És ez veszélyes. Aha, húha. Ajjaj. Most rátok nézve, mert ti fogjátok levenni az átok. Ja, azt hittem a Benficára nézve. Hát most mi nem akarjuk bántani Gutmann urat. Nem, tehát amikor a foci csapat, volt egy nagyon érdekes, Haiti ugye a vudu szertartásokban nagyon erős, volt egy foci csapat interneten nézettek után, ez megtörtént. Fölfogadtak egy varázslót az ellencsapat, hogy nyerjék meg a meccset, és a meccsen egy villámcsapásért a 11 játékosból 8-at. Leállították a meccset, és olyan volt a szabály, akkor egy gólal vezetett az ellenfél, ők nyerték a meccset. Ez különben megtörtént esemény, sporteseményeknél nagyon sokan ilyen varázslót használnak. És a magyar focival nem tudsz valamit csinálni? Föl se vállalom. De ezt a dolgot nem vállalom. Valami, hát figyelj, hát biztos, hogy nagyon sokan meghálálnak neked. Kicsit lendítenél a magyar futballon. Na most mit csináljunk? Hogy vegyük le ezt az átkot? Tehát mindenféle gyertya van nálatok esetleg? Egy fehér, piros. Gyertya? Mi van? Nagyon fontos. Aha, fehér gyertya, piros. A szín számít. Számít a szín? Fehér van, piros, igen. Mert ha egyeket... Hát az jó lenne, ha kettő lenne. Figyelj. Ha egy van, akkor mást kell csinálni. A Balázs kocsijában van gyújtógyertya, hogyha esetleg az... Én behozom. Hozhatja nyugodtan, csak akkor az autó lehet, hogy le fog égni. Tehát kiszerelem. Van. Nyugodtan. Csak a gyertyának az a lényege, hogyha egy halott embernek a halott emberrel harcolsz, mert ez igazából harc, akkor valahol megégeted, ahol meggyújtod a gyertyát a kanóztól lefele, az egyik oldalra egymással a betűket, rákerül a Gutmann nevet. Aha. Tehát a rontás, az átok feltevőnek a nevét, a másik oldalra pedig azt, ahonnan meg akarod szüntetni. Ha vele szembe lévő oldalra felirat, hogy Benfica, persze nem fonatikus. Na most várjál, a pirosra írjam, vagy a fehérre? Van már gyertyát. Van két gyertyátok. Van egy piros, meg van. Egy fehér gyertyát. Akkor változott a műsor, akkor csak a fehérre írod a Gutmann nevet, a pirosra írod a Benficát. Aha. Egymás mellé rakod szorosan a két gyertyát. Két tével írt a Gutmann úr? Igen. És az N igen, igen. Két N. És Feri, a másik oldalra akkor írd rá, hogy SL Benfica. SL, azt is kell? SL Benfica, mert ez a hivatalos neve, így van. Benfica. Így jó, és ahogy hívják ott most a csapatnak a neve, Rodrigo Moreno Machado. Nem kell, tehát a fehéren van a Gutmann, a piroson az SL Benfica. Egymás mellé rakjátok szorosan a két gyertyát, először meggyújtani a fehéret, aha, utána ugyanavval a gyertyával, vagy a lánggal, hogyha öngyújtó a pirosat, igen. És ahogy ég a két gyertya egymás mellett, ahogy összefolynak a gyertyák, úgy szűnik meg az átok. Igazából ezzel, aki az átkot feltette, azt jobb irányba tereled, megbékíted. Aha. De most várjál, aki volna sokkal egyszerűbben. Aki meggyújtja, az jár a legszarabbul? Mert a Feri gyújtja nyilván, egyértelmű. A Feri kezében van az ő. Gyújtsa meg a Feri. Hagyjátok a Feri. Szerintem is legyen a Feri az, aki meggyújtja. Ha bármit elrontasz, akkor áthúzod magadra ezt az átkot. Nem gyújtom, én hiszek benne. Mibe? A Frabátóban. Mi az, hogy mibe? Kibe? Nem tudod elrontani. De várjál, az egyik te a mécses, annak izé az oldala. Nem nyersz többet szakácsversenyt, Feri. Várjál, ennél roncsátok. Leveszem a róla ezt a rohadékot. Csak mondom, az egyik egy teamécses. Azért.
az nem jó. Az nem, miért nem? Jó az, jó az. Vedd le a fémet. Jó az. Figyelj, majd ez most egy olcsóbb kiszerelés lesz. Ennyi. Mikor játszik újra Európai Kupát jövő évben? Tudjuk megnézni, hogy működött a dolog? Ha játszik. Jövő évben biztos, hogy nem fog BL döntőt játszani. Jó, kivette? Miért nem? Miért biztos? Azért, mert egy rontásrevétel után egy megvont egy bizonyos energiát az illetőtől, a csapattól, vagy bármitől. Persze, és fáradékonyabbak lesznek a játékosok, mi? Ilyenkor a fű is csúszik, tudom. Na figyelj, kivettem a te a mécsest a izéből, a Tokiából. Úgy a Tokiából. Na. Jó? Így van. Így jó. Összefogom, összeér a két gyertya. Előbb megnyújtom a fehéret, aztán a pirosat, és a pirosból átfolyatok a fehérre, az jó lesz? Nem, egymás mellé kell rakni a két gyertyát, és ők maguktól elintézik. Az tök jó. Az tök jó, onnan, hogy onnan meg egymás mellett. Így, egymás mellett, jó, és hogy összefolynak, úgy szűnik meg ez az átok. Igen. Ha nem folynak össze, akkor nem tudtad megszüntetni. Mindenféleképpen átszáll, tehát a Ferivel ne foglalkozhatod. Nem, gyújtsd már meg. Nem gyújtom, gyújtsd meg, te itt van, akkor tessék. Ne gyújtsd hogy meg. Hogy lesz én érzéketlen, basszus? Már a 60-es évek óta várnak ki normális kupagyőzelmre, gyújtsd már meg! Gyújtsd meg, te! Én nem gyújtom. Tudod, hány rajongó vannak a de csapatnak? De rám fogsz állni, figyelj, hát rám ne szálljon. Egy vagy ők meg vannak, vagy 70-80 ezer. Jó, majd én mormolok. Elég elátkozott az életed. Nem, az én érzelmem semmi bajom nincs. Na, figyelj. Én is össze a két gyerekek, tessék. Nekem mormolni kell valamit? Jó. Nem. Semmire nem szabad gondolni. Úgyis tudjátok, hogy miért ég a gyertya. Aha. Tehát az benne van a fejetekben, ez a gondolat, ez kimegy a gyertya. Benne van a kalóz. Én megmondom őszintén, egy picit csalódott vagyok. Semmi varjúháj, vagy hogy hívják. Tényleg, őszgerinc csont, elméletileg azért mondtam, hogy lehetett volna ezt egyszerűbben, mert ha jobban hitt volna a vezetőség ebbe a átoklevételbe, akkor vagy ki kellett volna az élőt engesztelni valamivel, akár pénzzel, vagy jó szavakkal, vagy valami, de ha meghalt, hogy az átok ne ilyen hosszú távon működik, a sírjánál kellett volna csinálni egy műveletet. Itt már amiről beszéltek, hogy kakasvért folyatni, vagy bármit, ezt igazából ennek rengeteg módja van. De az jó a kakasvér, ugye? Csak akkor, ha fekete kakas. Világos. Hát de jó. Hát egy albinó kakasnak ki akarná vére. Semmi értelme, az albinó vérnek. Gyújtsd meg, Jani. Jó, meggyújtom. De egy lánggal. Tehát... Figyelj, te csak szerencsésebb lehetsz, ha bármilyen átok átszárát, tehát nem fogod egy kis a vonatot, időben odaérsz, majd jó helyre megy a vonat, ahol most mit veszítetek, legfeljebb 100 évig most nem nyerek semmilyen európai kupát. Nagy ügy. Na. Érted, na, jó van. Okay. De akkor biztos nem kell semmi hozzá, örösvendbe, ondó, semmi. Jó, mert ezt talán tudnánk szerezni a hangától. Vadíthatjuk a dolgokat, ha ennyire benne vagytok, de kellenek ezek a dolgok, de ez majd a második fok. Na most figyeljenek a Benficánál, jó? János Vadon. Erre a névre kérem szépen majd a négy jegyet kérek. Így van. Mivel Balázsik ebben most nem vesznek részt. Micsoda, én raktam össze, én szabadítottam ki a fehér gyertyát. Én írtam rá, hogy benne. 100 évig nem fog nyerni kupát, Európa kupát miattad, Feri, mert te gyáva voltál meggyújtani. Na figyeljetek. Egy lánggal kell, előbb a fehéret, ne! Csak ne üvölts egy létszíves, mert lefelhakítanom magam, megőrülök. És a Manésban! Biztos, hogy van jövő, de fővárosi nagy cirkusz fölvesz majd a Manésba. Meggyújtottam a fehéret. Igen? Jó, és igen. Most gyűjtsön meg a másikat is. Most igen? Már ég mind a kettő. Jó. De most én lemaradtam a neveket, ráírtátok? Rá, akkor tökéletes. Figyeljetek, össze van érintve, és szerintem lehet, hogyha most például edzenek a Benfica játékosai, egyre könnyebbnek érzik a testeiket, a végtagjaikat. Hú, de könnyen szaladok. Hú, nem savasodok el olyan gyorsan. Hoppá, ez is bement. Ez is bement. És ha rosszul sikerült, akkor... Más bajuk lesz. És most mi van? Átszáll arra, aki meggyújtotta a gyertyát? Nem. Reméljük, hogy nem száll át. Ez majd kiderül a következő pár hétben, de nem száll át. Miből igazából... fogjuk tudni, hogy Jani van a Gutmanátok? Tehát, hogy nem tudok egy egyeneset rúgni alatt. Hogy jobbra fordul az élete, vagy vélete eléri az 50-es villamost? Vagy az igazság, hogy a Janin annyi átok van, hogy teljesen mindegy nekem, vagy még egy Gutmanátkot is fölvesz, vagy nem. Tehát teljesen mindegy. De nyújtass meg 10 plusz áfáj, leszeded róla. Azért még nem. Azért még nem. Azt akartam. Ugye? Ez annál komolyabb dolog lesz. Figyelj, Feri véletlenül elért, és azt írta rá, hogy Music FM. Én azért a Torgeres annyi nevét belevéstem oldalra a piros gyertyába, ki tudja, hát a leigazolja Benfica, érted? Jó. Különben lehetne csinálni, kipróbálhatjuk meccs előtt, ha van valami fontos meccs, tehát nem egy mit tudom én, hanem tényleg valamikor bejutunk valami magyar csapat, valami olyan elődöntőbe, vagy valahol. Azt a következő 10 évben, akkor ebből ilyen halná. Azért mondom ezt, mert másból élek. Tudod? Azért gondolom, ebből ilyen halná. Figyelj, Reált majd játsszuk már meg, jó? Mert szeretném, ha megnyernék a BL-t, jó? Nem csak azért, mert hogy esetleg fogadok a Ferivel, de hogy... Reálra. Nem? Így van.
Jó, meg megcsinálhatjuk. Jó, mondd meg majd, hogy hány gyertyök kell hozzá, meg milyen más dolgok. Ahhoz pont nem gyertyök kell. Tehát az a jövőképet irányítod, ahhoz nem gyertyök kell. Hanem arra is sakálszőr, vagy mi? Csincsila bunda? Hát, hogyha van. Nem, tehát mindenféleképpen, ha annyira komolyan gondolod, akkor a saját véredet kell áldozni ahhoz, hogy sikerre, ugye főleg ha anyagi haszonszerzés céljából. És tehát mondod, hogy fogadást kötsz erre az egészre, akkor nem kell így a torkodat elvágni és így egy liter vért áldozni, egy csepp vér, megszúrod az ujjadat, megvan ennek a módszere, mert igazából kérsz valamit az istenektől, anyagi haszonszerzés céljából, felhasználsz erre valakit, akár egy csapatot, egy embert vagy bárkit, valamilyen szinten áldozatot kell bemutatnod. Csak kell hozzá még lábatlan gyík szemfoga. Vannak nálam ilyenek. És ha adok egy cseppét, megteszem a tippixen a reált, akkor jó vagyok? Hát azt lehet, hogy hülyeséget mondasz, de jönnek ebbe hozzám. Tényleg? Persze, jönnek ebbe hozzám, de mivel én vízilabdás vagyok, és ilyenek a vízilabdások, én inkább a vízilabdával foglalkozok. Uh-huh. Vízes sportot. Aha, az Egerre fogadott most legutóbb valaki? Szerintem nem, de ott volt sem. egy edzőváltás, ugye? Aha, és ez nagyon-nagyon-nagyon negatív visszhangot keltett, és az Egert azt most rendbe kell tenni. Aha. Igen, igen. És te is ezzel magyarázkodtál. Az edzőváltás nem volt benne, srácok. Igen. Ha valamit kell találni. Na jó van. Oké, Frabátom. Jó, ezt megcsináltatok, akkor ez jó. Meg, ég a jó. Két gyertya. Jani van az átok. Igen, nem kellett volna már most meghalnia? Kicsit vérszegénynyék ez van. A Janinak adjátok majd meg a számot, hogyha tényleg probléma tudjon hívni. Jó. Oké, okay. De te nem teszel átkot senkire, nyugtass meg, nem? Nem. Én a levét elegen tesznek, bőven megélek a levételből. Jó, tehát Louis Padre nem miattad lett cukros. Nem. És legyen cukros a Padre. És életed végig csak egy aranyért párnát. Nem szabad rosszat kívánni, mert akkor visszakapod. Na jó, jól meg lehet ebből élni, Frabátó? Ha mit mondjak, testvérem? Hát azért fussa, nem? Kasírozunk. Ha jut is marad is. Ja, Isten, hát figyelj, jól csinálod, hát vannak ilyenek, ezt csinálni kell. Jó van, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Hű, de bátor vagy. Igen, csak 3 betűs autó, de nem a UAZ. Óriási gyerek és van, aki ezt elhiszik. Nagyon jó. Na jó van, kicsit fura, hogy még életbe vagy, nem kellene már, hogy halott legyen? Egyébként Feri, nézzük már meg az órát, hogy mennyi van még hátra. Tényleg. Mert most lehet, hogy ezzel még tetésztem itt a dolgokat. Hol van a Wonderclock? Indítom is, kérlek szépen. Ajjaj. Na mennyi? Ajjaj. Már meghaltam? Doktor mondom, úr, hogy nagy a baj? Már nem él. Nulla óra. Akkor ez volt az a szak. De én meg mindenre nullázódott. Passzus, nem lehet, hogy van rajta egy pauz és véletlen megnyomtam? Mert akkor mutatná az így. Na, viszont ez egy tök jó hosszú távú kísérlet, ahol bebizonyítottuk azt, hogy sajnos ez a dolog, ez nem. Jó, neked meg már úgyis mindegy, mert itt fekete mágiával szórakozol, úgyhogy átoklevétel, ez az gyertyagyújtás, én majd csak figyelj. Kimész egy magyar kettős állampolgár leszek a végén. Kimész és elüt egy autó, amit tolnak, tudod. Gutmanátok, szépen átvetted. 9:50, pontosan 5 perccel. Sorsoljuk ma az 500 000 forintot mindenki, aki ott volt a helyszínen. Ugye sokszor mondtuk, hogy a mai adásban sorsoljuk, illetve aki elküldte 10 után a múlt héten, hogy 500 000, azok közül valakinek tényleg adunk 500 000 forintot, úgyhogy nem sokára hívjuk a nyertest, aki játszott, figyeljen, vagy szóljon annak, aki játszott, hogy figyelje a saját telefonját. Mert... összeraktam. Igen. Meg vagy. Mert, hogy nem sokára valakinek megcsörren a telefonja, és 500 000 forintot kap. Ezzel jövünk a reklám után. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, utána pedig sorsolunk. Ugye medve lábnyomot találtak a bükkben, és felhívtuk Gyuri bácsit, hogy mondjon nekünk szépeket arról, hogy mit csinálnak a románok ott a határ környékén. Hmm. Látott-e medvét, és mit kell csinálni, ha medvével találkozunk. Gyuri bácsit nagyon szeretjük. Hát ő minden ezért. Igen, most éppen a méhészkedésbe kóstolt bele. Igen, most egy kicsit méhészkedik. És korra reggel, ugye mindenki elmondta, hogy mit csinált hétvégén, hol voltunk, mit csináltunk, egy fantasztikus cirkusz beszámoló is született, mert hogy hétvégén újra sikerült ellátogatni a fővárosi nagycirkuszba, ahol hihetetlen előadás volt a Manésban, ugye? A Manésban. A hölgyeim és uraim, így van. Úgyhogy erről beszélgetünk, ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 10 perc múlva, pontosan 10 óra sorsolunk mindjárt. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Gondolkoztál azon,
hogy vajon ebben a pillanatban, most, mit csinál a Duo Capillar? Csak az egyik Trio Kankó. Ezen gondolgatom, hogy mire gondoljak. Valami jusson már eszembe. Kösz. Mi újság, jól vagy? Jól vagyok. Nagyon. Jó titeket újra látni. Nagyon szépek lettünk itt bent. De én nem is értem, hogy ti ezt megrendeltétek, azt a rettenetes időjárást, hogy végig az országon az kövessen titeket, és most, hogy visszaértetek, csodálatos napsütés van. Figyeljetek, csak csütörtök péntek volt a durva. Hétfőket szerdán még szerencsénk volt. Miskolc nagyon jó volt, Debrecen. Fő optimista hozzáállás, Debrecen nem volt annyira jó. A csütörtök péntek az kicsit durvább volt. De ugyanolyan idő volt bent, mint a, ugyanolyan idő volt kint, mint a győri szállodában bent, nem? Ja, tehát semmi. Tehát a negyediken ugyanúgy fújt a szél, mint a kizetté volna a sétál utcában. Nem volt igazából különbség. Na, miért nem csuktátok? Mi hozzászok? Be volt csukva, ja. Csabi. Be volt csukva. Csabi, látsz itt két gyertyát égni. Nagyon fontos, ne fújj, de mert frábátó átok, az már Janiról rátszál. Hagyd leégni a két gyertyát, jó? Most már egyébként működnie kell a dolognak, mert átfolyt a nagyobbik gyertya a kisebbikre. Tehát elviekben már szűnik az átok. Szerintem. Uh-huh. Szerintem most valószínűleg bejutunk. Tehát ha a Benfica most óvna és újra megismételnék a meccset, tehát már játszanak legényen, akkor is ők nyernének. Így van, most már minimum egy döntetlen. Egy vastag Csaba is ilyen kette, őrizd a lángot, mit érsz? Ez a dal címe? Ez a dal címe, nem? Őrizd az álmot. Ja, őrizd az álmot. Ja. De átírhatjuk. Annyi baj legyen. Bejönnek itt, mert ők ketten énekelték, ugye a Csabi meg a Tomi együtt, feléneklik egy perc alatt. Az jó. Na, gyerekek, adjunk valakinek 500 ezer forintot, legyen nem? Legyen így. Adjunk. Legyek én? Félre jó. Szorultál. Az nagyon szép összeg. Annál jobb hétkezdetet el se lehet képzelni tényleg, mint hogy fél millió cash üsse valakinek a markát. És mondtuk, hogy ez tisztán? Így van. Ezen zsebben. Tisztán zsebben, okosra. Most valaki gyorsan elküldte még, hogy 500 ezer. Az már egy picit késő. Nem rossz, egy picit talán késő, de... Na, van egy véletlen szám generátorunk. Az anyja úristen, mi csodánk? Egy olyan szoftver, gyerekek, a NASA-nál még tesztüzemben van. Így van. Mi már használjuk. Ez véletlen szám generátor. Aha. Beütsz egy számot, és kiad neked egy sorszámot, és az összes ugye helyszínen lévő szórólapot, és az összes SMS-t íród bedigitalizáltuk, és kijött egy sorszám. Aha. És kiadja nekem, mit tudom én, hogy 6216, és a 6216-os hívjuk vissza, és ehhez a számhoz tartozik egy telefonszám. Érted ezt? Nagyon jó. És azt kézzel kell kikeresni, a 6216-os? Nem, hát a komputerből mindjárt kikeresem. A NASA is tervez kitelepüléseket? Hogy hát hi, a NASA-nál ez még csak tesztüzemben van. Itt van a közjegyzőnk. Hol? Ja. Itt van a közjegyzőnk? Igen. Itt van a közjegyzőnk. Igen. Kérdezem a sorsolási bizottság elnökét, hogy mindent rendben talált. Dr. Szavai Ető József. Igen? Minden a szabályzat. Minden a szabályzatnak megfelel. Így van. Dr. Mikó Ádám. Minden rendben, Ádám? Csalásnak nyoma sincs. Szó sem lehet róla. Átnézett minket alul, fölül, mindig bemászott a pénzeket. Nem vagyunk egy rossz kaszinó bedrótozva a rulettasztal, érted? Itt kúszott, mászott, 10 percen kérdeztem, ki ez? Mondják a közjegyző, itt négy kéz láb, így jött. Nagyon lelkes. Ádám, nagyon lelkes. Nyomhatom a véletlen számgenerátort? Igen. Mi a gomb? Start? Generálás. De figyelj. Megőrülsz a szoftveren, óriási. Generálás. De generálás. Azzal az új adal nyom meg, amit még nem szentségtelenítettél meg mással. Olyan már nincs. Olyan nincs, orral. Az összes ujjam járt már minden helyen, úgyhogy nem tudom. Generáltam. Megvan. A nyertes. Aki már reggel is nyertes volt, ugye, ha azt az időparadoxont felállítjuk. Ő amikor megszületett, már akkor nyertes volt. Ez is igaz. Várjál, most nagyon kell koncentrálnom. Csak nehogy telekoncentráld a pendeljed. Azt mondja, látta a közjegyzőnk, hogy melyik számot húztam ki? Doktor úr, legyen szíves! Látta? Ha, mi van, mi fáj? 7417-es szám. Fölírom. 7417-es számra kell keresnem. Ott van! Ott van! És megvan? És akkor most? Megvan? De doktor Mikó látta, amikor megtaláltad? Doktor Mikó, jöjjön be, kérek. Megvan a szám? Ádám, most tényleg te kérdezed, hogy Mikó? Ha most? Mikor? Ha Mikor, nem most. Ja, Istenem, hát ez már mikroszkóp szimpad. Megvan a szám? Nálatok is van egy szoftver? Nem. Azt a bőle, te leolvasani, nem? Ennyi. Igen. Na jó. Ez csak neked van. Na gyerekek. 7417. Figyelj, ez szép. Öcsöngés. Egy. Öcsöngés. Figyelj. Morning show. Hey! Jó reggelt kívánunk! Hello! Hello!
Hogy hívják? Várjál, lealkítom a rádiót. Az jól jön, az jól jön. Hogy hívnak? Hello? Taki papa. Taki papa. Honnan hívtál, hogy hol játszottál velünk? Helyszínen, vagy írtál SMS-t a Csabinak 10 után? Az összes helyszínen ott voltam az éteren keresztül. Az éteren keresztül, és 10 után küldtél SMS-t? Hát, igen. Aha. Na. Megelőtte is, de hát mindegy. Az... Jó, de a játékra Taki papa. Értjük, hogy eljött. Igen. Na, a helyzet az, hogyha tudsz válaszolni egy kérdésre, mert hogy ugye kérdés alapú minden játékunk, akkor megnyerted az 500 000 forintot. Ha nem, akkor valaki mást kell hívnunk. Elfogadod a szabályokat így? Természetesen. Elfogadod. A kérdés nagyon nehéz lesz, nagyon össze kell kapnod magad. Mi volt a kitelepülésünk első helyszíne? Hű, ez... El kell gondolkoznom ezen. Ajaj, azt hittem könnyű a kérdés. Lehet, hogy Debrecen? Majdnem beizgultam. Miskolc, Székesfehérvár. És a Jani járt Lévénbe a nagyon szép templomba. Így van, Győr. Utána Győrbe voltatok, és Pécset. És Pécs, így van. Taki papa, de jó vagy. Az összes point is felsorolja, hogy miket mondtatok. Tényleg, mit tettünk, hol laktunk, mindent, igen. Mi lesz az 500... A mókusnak biztonsági öv kell. Az. Mindent tudsz, a mai adást is. Igen. Igen, mi lesz az 500 000 forint sorsa? Jaj... Hát van két kislányom, meg egy kis unokám, úgyhogy jó helyen lesz, meg egy barátom, akinek segíteni szeretném. De jó, na, hát akkor jó helyre megy, kis unokák is vannak, gyerekek vannak, de jó. Egy van, jó, hát az is. Mármint a kis unokában. Világos, olyan, mint a sok lenne. Persze. Aha. Most, hogy van már 5 kilód, így majd többen fogják állítani, hogy te vagy a nagyapja. Többen szólítanak majd nagypapának az utcába. Na, gratulálunk, köszi, hogy hallgattál minket, köszi, hogy játszottál, a pénz jó helyre megy, örülünk, hogy ilyen hihetetlenül örülsz te is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, örülsz tényleg? Igen, hát szerinted? Hát szerintem. Véleményes. Sírva vigad a magyar. Jó, én az asztalt lebontanám, az biztos sikítottva gondolom. Hát szerintem most én is lefogom. Na igen, hát miután letetted. De aztán majd építek egy újat. Jól van. Oké. Hát előrobbant a speskőt, van ez a típus, nincs ezzel baj. Taki papa, küldjük a pénzteket, használd egészséggel. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Ciao. Sziasztok, ciao. Hello. Kérdezzük a sorsolási bizottság elnökét, minden rendben talált-e? Igen. Megváltozott az a hangja, hogy megváltozott. Igen. Így van. Gyerekek, odaadtuk az 500 000 De jó. És jó helyre került. Igen. Jó helyre került. Hívjuk a nap hallgatóját is gyorsan. Nincs, magyar ember az ilyen. Nem nagyon kiabál, nem? Ugye? Nekem úgy mindig kicsit hiányzik, hogy kiabáljon. De most lehet, hogy belekapaszkodik az asztal szélbe, és éppen borul el. Hogy ő nyerte meg. Most sokkolja. Ningshow. Kínaiul, Ningshow, így van. A Ningshow. Hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Nézem az SMS-edet, hogy mit is írtál. Te írtad nekünk ezt a közlekedési hírt? Még egyszer, ne haragudj, nem értettem. Te írtad nekünk a közlekedési hírt? Igen. Hát, igen, annyira fiús volt, hogy én nem is számítottam rá. Hogy hívnak? Hello. Zsófi, mert csak azt írtad, hogy Zsé a fekete autós. Ugye azt írtad nekünk, nagyon szellemes volt az SMS-et, hogy megkérek minden autóst, aki 8-ra megy dolgozni, álljon félre. Ők ugyanis már nem érnek be időben, én még 8:30-ra beérhetek. Köszönöm, Zsé a fekete autós. Igen. És ezt egy lány küldte nekünk. De jó. Ez jó. Te vagy a nap hallgatója, jó? Jaj, nagyon szépen köszönöm. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Köszi. Hol hallgatsz minket helyileg? Most Budapesten. 7. kerület. Jól van. Sikeresen beértem dolgozni, úgyhogy köszönöm. Örülünk. Küldjük neked. Ciao. Köszi. Sziasztok. Hello. Szia. Egy nagyon fontos információ. Ne felejtsétek el, hogy ma még rendelkezhettek az adótok 1%-áról a civil szervezeteknek és az egyházaknak a javára is. Hát kivéve, hogyha már feladtad. Ugye? Hát ha feladtátok, akkor már nem. Nem, évfélig még várt. A példa kedvéért, a Krisna tudatú a közösségének, vagy a Noé állatot, hol lesz, csak ezek jutottak most hirtelen. Kérlek szépen, ne befolyásold a hallgatókat. Nem, semmiképpen.
Csabi, remek zenék lesznek? Remek zenék, és ráadásul játék is. Sztárok a felhők fölött a Klassz FM-en. Ugye megszokhatták a hallgatók is, meg ti is, hogy néha megszólalnak a sztárok, mielőtt elkezdenek énekelni. Shakira vagyok, ez itt az új dalom a Klassz FM-en. Ilyeneket mondanak, csak más nyelven. Most ezeket össze kell számolni, meg kell jegyezni, és aztán az óra végén legalább hármat visszamondani nekem, és aki ezt megteszi, Nestlé ajándékcsomaggal gazdagodhat. Egy ilyen léghajóba ültetjük őket, és így repülnek a felhők fölött ezek a nagyszerű sztárok, akik nálunk zenélnek, és közben John Martin még énekelni is fog az újdonságát hozzáni, mert fogja. Én ez, hogy hülye vagyok, hogy jön ez a repülés, hogy ki repül, vagy hova repül? Sztárok a felhők fölött. Hát, és ők mondták fel ezt, hogy akkor a szépemet hallgatják? Igen, igen, igen. És a Shakira is felmondott ilyet? Hát, hogy a Shakira sem mondta ehhez. Hallgat, ehhez hallgatni kell a kívánságműsort, kérlek szépen. Na jól van, Csabi jön a kívánságműsorra, 555-55-00, ez a telefonszám. Itt tudtok tőled alt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!